Köszönöm, hogy ezeket Ez itt a Partizán Pop, a Partizán tudatipari médiaipari tóksója. A mai vendégem Új Péter újságíró, jelenleg a 44.hu főszerkesztője. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha a teljes, vágatlan interjút szeretnétek látni, akkor fizessetek elő a Partizánra Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük. És akkor sok szeretettel köszöntöm Új Pétert a stúdióban. Szervusz Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hello. Hát, köszönöm én is. A rendszerváltáson már több interjúban beszélt, lehetett érezni annak az előszelét is, hogy jelentősen befolyásolta igazából azt is, hogy hogyan alakultak a felsőoktatási tanulmányai. Nem akarom az... erre fogni. Hát, meg akarod erre fogni, oké. Okay. De azt vissza lehet idézni, hogy akkoriban milyen képzeteid voltak erről? Nem arra vagyok kíváncsi, hogy utólagosan hogyan értékeled ezeket, hanem hogy akkor hogyan gondolkodtál arról, hogy mi fog ránk várni most? Szerintem 15-16 éves gyerek azért az nem abban gondolkodik, hogy nagyon nagy víziói lennének, hogy mi felé megy a világ. Vannak nagyobb problémái is ennél. Viszont tehát olyan 85-86 környékén, inkább 85 környékén kezdtem el belecsöppenni ebbe a budapesti punk életbe, vagy hát elkezdtem ilyen zenekaroknak a koncertjeire járni, de illetve már, hát előtte is már Beátricsét én nagyon szerettem már, az 14-15 éves korunkban azt már így, így hallottuk, hogy létezik, és hogy hú, miket énekel. Az ugye, tehát a Beatrice-nek a szövegeiben, meg az egész körülöttelévő, ezt ma már elég nehéz visszaidézni, az egész évő. Ilyen kultuszban azért már nagyon megjelenik az, amit manapság már ilyen hülye szóval, nem tudom, társadalom kritikának, vagy hát valamilyen viszonynak gondolunk, de hát azért 14-15 éves gyerekekben ez nem túl mélyen csapódik le. Ne, de, de, hát valami, de valamit érsz, de, de azt akkor még nem tudja az ember, hogy hogy egy ott vagy kamaszként, mindenféle bajod van, a szüleid hülyék, mert általában a kamasz vagy, akkor úgy érzed, hogy hát mindenki, aki felnőtt, az hülye hülyességeket akarnak tőled, az egész világ, az, az körül forog. Tehát, hogy ez, ez, egy normális attitűdje, ugye egy kamasz gyereknek általában, és, és hát az egész, minden ilyen, ugye a rock műfajok is nyilvánvalóan, ezek a rock műfajok, a punk aztán meg különösen, ugye ezekre a az érzésekre épül, ezeknek a különböző kifejezése sokszor, és hát ugye elkezdett ez erősödni. És, és valóban ugye ez az az időszak, amikor az országban is, már, az országban is kezd ez a fajta rendszer, ez a szocialista, nem is tudom, a proletár diktatúra valamilyen módon korhadni, bizonyos eresztékei azért már recsegnek, és, és kialakul egy ilyen általános érzet, nem tudom, kialakult bennünk is, de hogy ebben mennyi a tudatosság, meg nem tudom én, de ezt, nagyon nehéz utólag megmondani, hogy, hogy hát itt valami, itt, itt, valami nagyon a végét járja, és ezután majd következik valami más. Azt nem mondom, hogy tehát nagyon furcsa kettősség van, mert egyrészt Tényleg úgy emlékszik az ember az időszakra, hogy volt egy ilyen nagyon sötét, reménytelen tónusa, de e fölött meg volt egy ilyen reménység is, hogy hát itt azért most már ez csak vége. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt láttuk, hogy a rendszer az nagyon hülye. Miben érhető az, hogy hülye a rendszer? De mindenben, ahogy a rendőr hozzát szól, ahogy a politikusok kommunikálnak, amik az újságban vannak, hát hogy ezek hazugságok. Erről szóltak a a rock a punk Erről a Beatrice, erről szólt a punk annak idején. A sokszor elmesélted már, hogy édesapád ajánlotta be, hogy menjen a népszabadságba a gyakornoki programra. Mm, mm. De a nem mesélted, hogy igazából miért a népszabadság? Tehát, hogy például a Magyar Narancs nyelvezetében, világlátásában, a, a, a közeg kulturális szocializációjában azt gondolom, hogy sokkal közelebb állt hozzá. Hát akkor még nem nagyon létezett magyar narancs. Hogy nem létezett a magyar narancs? 1990-ben volt, a magyar narancs akkor még szerintem a Fidesznek volt a heti értesítője körülbelül. Olyan szempontból nem hogy te nem láttad, nem láthattad. másrészt, ugye apám, mint egy egyetemi docens, aki nem tudom én, mérnökem, műszaki értelmiségi, nem volt magyar narancsó nyilvánvalóan, tehát hogy nem volt egy ilyen. Izé. Te sem tűnt fel számodra, hogy, vagy nem gondoltál abba bele, hogy gyakornak vagy rendben a népszabadságban, de amikor elkezd emelkedni fölfele a magyar narancsok a szekere, nem csapott meg annak a szel, hogy esetleg oda átmenj? Nem, 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 nem. Hát én azt, azt, próbáltam csinálni. Egyrészt az elején még nem volt az biztos, hogy én ezt akarom csinálni, majd hosszú távon. Hát mikor Mondjuk, Ma már, Ma már ismerem annyira magam, hogyha én valamit elkezdek csinálni, akkor azt soha nem fejezem. Ez a, három ezreket is azért úszok, hát tök hülyeség három ezre úszni. De nem született, egyszer valamit elkezdek, akkor csinálom. Az mikor dölt hogy az újságírás megmarad az életedben? Hát most már azt mondom, hogy eldőlt, amikor bevettem a szerkesztőségbe. De Hát egy-két év alatt. Tehát a látszott, hogy viszonylag tudom csinálni, sikeres, kapok érte pénzt, ugye már több pénzt kerestem két év után, mint anyám, aki 40 éve tanított, nem tudom én. Akkor még viszonylag jó volt a... Tehát a népszadság azért stabil volt anyagilag, jó fizetések voltak viszonylag. És hát akkor megkaptam a... 93-ban lettem, azt hiszem, én ott státuszba véve, ami ugye megint egy izé volt, mert korábban nem kerülhetett státuszba ember, aki újságírói státuszba, akinek nem volt diplomája. Volt egy darab igen egy kicsi rugózás, hogy nekem mégiscsak vissza kéne menni egyetemre, de akkor már nem nagyon volt kedvem mást csinálni. Meg a független, tehát a, 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 a sajtó próbálgatta azt, hogy milyen az, amikor ő egy kicsit független tud lenni. Mint kiderült, ez nem volt hosszú időszak. Mi, hol, hol húzod meg a cezúrát? Tehát ez mikor dölt el, hogy ez már nincs? 2010-ben, vagy már korábban? Hát ez nem, ez, ez nem egy ilyen bináris sztori. Mindig, és ezzel vissza is él a politika, már az Orbáni politika nagyon, hogy, 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 ezt így akarja meg. Na most van sajtószabadság, vagy nincs? Kérem szépen, sajtószabadság, vagy hiszen bemegyek az újságáról, és tudok venni egy tucat kormánykritikus lapot, mondja Orbán, mellesleg nem tudsz egy tucat kormánykritikus lapot venni, de ugye tudjuk, hogy a hazugságnak nem ez a veleje valójában, mert ha tudnál egy tucat kormánykritikus újságot venni, akkor sem lenne feltétlenül sajtószabadság. De hát ugye ez nem egy bináris érték, ami vagy igen, vagy nem, hanem ez egy folyamatos, vagy ez egy folyamat, tehát itt ami, tehát a, a sajtószabadságnak az egyik legfontosabb alapja nem az egyetlen, de az egyik legfontosabb alapja az, hogy a gazdasági önállóságra képesek legyenek a médiacégek. És ez a 90-es évek elején még nagyon-nagyon bizonytalan volt ez a gazdasági láb, de a népszabadság esetében viszonylag hamar felerősödött. Ez egyébként ugye adottság, ez ötves pari esetleg elmesélte. Ez egy adottság volt. Másoknál ez Kevésbé például vidéki lapoknál itt-ott azért ez jóval kevésbé volt meg, de a, a komoly anyagi gondok azok már ugye 98-ig az orosz válság miatt, ugye itt a magyar gazdaságot is ő, megrázta azért egy ilyen kisebb válság, már akkor elkezdődtek valaki ö, ö, sok helyen ö, elektronikus médiában, például a közszolgálati tévé, meg a többi kapcsán. Tulajdonképpen soha ki sem alakult annak a kultúrája sem, ami független újságírásnak nevezhető. 2000-es évektől meg elkezdődött az a fajta folyamat, amikor már a politikához valamilyen viszonyt kialakító nagyvállalkozói réteg, vagy közvetlenül a politika kezdett el érdekeltségeket szerezni egyre nagyobb részben a sajtópiacon, illetve voltak olyan sajtóorganumok, meg abban az időben is, akik már szándékosan keresték a politikát. ezt a, Igen, hát ezt a védelnyőt, ezt az anyagi, egyszerűen anyagi okból. Hát van, aki már 90-es évektől persze így ö, építette föl a saját maga egy karrierjét sajtóvállalkozóként vagy szerkesztőként persze, hogy már akkor, akkor mindenféle titkos vagy kevésbé titkos díleket kötött a politikával. De ez mondjuk a népszabadságban mi baromi védettek voltunk. Tehát, hogy nekem, tehát az egy kicsit olyan ez ilyen burokban fölnövés is volt. Ugye 94-es választások, amikor az MSZP győzött és az SZDSZ alakított kormánykoalíciót, addig a Népszabadság volt egy alcímű, szerint szocialista napilap, ezt akkor levették. Igen. Neked mit jelentett az, hogy egy baloldali lapnál kezdtél el dolgozni? És egy baloldali lapnál lettél végül is, hát országosan ismert, nem túlzás azt mondani, hogy egyfajta sztár státuszt is ott értél el. Nem sok mindent. Nekem személyesen. Tehát én nem, én nem soroltam. Én azt gondoltam akkor is, és egyébként ez így van a világban mindenütt, hogy egyébként egy baloldali, már a normális országokban, meg a nagy sajtókultában, hogy egy alapvetően baloldali profilú lapnál, simán dolgoznak jobb oldali újságírók is. Mint ahogy a Népszabadságban is dolgoztak egyébként. Többen. Igen. Akiknek kifejezetten t -t -t tudjuk róluk, hogy idők. nem gondoltam magamra soha ilyen baloldali meggyőződésüként. A legalapvetőbb ilyen baloldali elvek azok kifejezetten távol állnak tőlem. Mert te is említetted, hogy valóban egy baloldali lapnál vannak jobboldali publicisták is, vagy jobboldali újságírók, és hát nagyon izgalmas az, hogy te egy időben kollégája voltál Bajer Zsoltnak. Mindketten publicisták voltatok, ugye Becher Iván is volt még akkor publicista. Sőt, három. Én, én, örököltem meg a szobáját, amikor elment. Milyen emlékeid vannak Bajer Zsoltról? Nem, nem, nem sokat találkoztunk. Hát az, hogy mindig a Becherrel volt. Nagy haverek voltak? Nagyon, persze, mindig állandóan a Becherrel mentek kocsmába. Ott az... És akkor miért nem hatott rá jobban a Becher szerinted? Szi? Hogy tudta őt elszívni így a Fidesz? Látod, hát, figyelj, Simics Lajos azért erősebb publicista. bekeri Ivánna. Nagyobb bíró. Nem tudom, hát figyelj, nem látok ember ezeknek az embereknek a fejébe. Hát látjuk azért, volt, Sótnak volt egy csavaros pályája sok szempontból. Szereted, amiket ír? Tudtad becsülni? Nem. Már akkor sem? Nem, nem szerettem is Miért? Mi szerinted a korlátja, vagy mi a gyengesége? Hát nem szeretek belemenni ezekbe a hizékbe, hogy, hogy ilyenekbe nem nem, 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 jók azok a mondatok. Hát ilyen maníros, nem tudom. Persze jó, minden maníros, hát én is maníros vagyok, de hogy nem jól. Aha. Nem tudom, hát engem nem érdez, nincs az a... Érde, nem kell, hogy engem Érdekelje minden, vagy vagy lenyűgöző minden publicista, vagy nem tudom én. De, de ha ennyire a... lesújtó a véleményed róla, akkor hogyan értékeled azt, hogy... Nem úgy... lesújtó, hát nem, 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 nem írás tudatlan. A baj, de engem speciál az a publicisztikai stílus, az nem érdekel. Most szóval erre hogy... az időben, de van bárki jelenleg a náladnál fiatalabb generációk körében, akit élvezettel tudsz olvasni? Újság? írót kérdezek. Persze, hát van. És nem a sajátjaidat, hanem aki... Ja, a sajátjaimon kívül. Hát azok azért vannak, hogy próbálok Le van persze néhány, néhány ember, akit, akit tudok. Érdekes, én ugye még az a generáció vagyok, amelyik ne, abban az újságírói izéből jön, abból a, a magyar sajtók abban a korszakában, amikor valahogy a, és ez egyébként hogy mondjam, nem biztos, hogy jó, de a magyar újságírásnak volt egy ilyen nagyon erős irodalmi gyökere. Tehát, hogy az újságírót igazából egy kicsit ilyen kisiklott írónak. És akkor mindig ez vagy, hát amikor Ady Endre, meg a kosztol, annyi, meg a, De, de hogy mindenki fejében valamilyen irodalmi példa volt, és ezt nagyon jól le lehet követni, ugye, hogy a magyar újságírásban mondjuk megjelenik a Megyesi, megjelenik a Váncsa, megjelenik ez a fajta új minőség, amikor egyébként az irodalomban megjelenik a más, máshogy vannak a mondatok, hát sokszor mondom, ugye én is emiatt kezdtem egyáltalán írni, hogy akkor olvastam a Eszterházi, nál, hogy hoppá, itt az italja az ön számára, Hoppá, mi ez a, és akkor elkezdte hogy, hogy egyébként így beszélünk, ezeket a mondatokat hallod, hogy ő valahogy elkezd ennek a nyelvnek a mélyére menni egy picit, Szóval, hogy, 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 hogy ugye én, én, például engem ezért kezdett -e érdekelni egyáltalán, hogy, hogy írjak valamit, ebből, ebből, ebből jön, és szóval nem az a fajta közlés hogy én mondjam meg, hogy, 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 Orbán Viktor mondjon le, vagy nem tudom én, mondjam meg a nagy igazságot a világról, hanem engem a, a magyar nyelv, a mondatok érdekeltek maga. Mondok egy állítást a amivel nem biztos, hogy értesz, de szerintem kevés olyan alkotó ember van az országban, akinek a magántulajdon és a tulajdonviszonyoknak való kiszolgáltatottság élesebben tagolta van a pályát, vagy alakította van a szándékától eltérően. És ez azért nagyon fontos, mert szerintem te már nagyon korán láthattál erre vonatkozóan példákat a népszabadságban. Ugye ott lehet tudni, hogy a Táncsics Alapítvány volt egy kisebbségi tulajdonos, és korábbi népszabi sok elmondás alapján, bár valóban nem volt direkt politikai hatás, leginkább abban volt tetten érhető ez a típusú politikai befolyás, hogy amint volt osztalékoztás, ők voltak az elsők, akik kihúzták a lóvét a népszabadságból, ráadásul sokszor az eredmény tartaliknak akár a kárára is. Viszont amikor meg kellett volna igazából betolni a lóvét, mert a népszabadságnak éppen megrappant a szekere, ez ugye 2007-től kezdődően már nem volt profitabilis, hát nem nagyon voltak, nem nagyon serénkedtek ebben a kérdésben. Mennyire láttál rá kifejezetten erre az aspektusára az mszp Alapítvány alapítvány tulajdonviszonyával kapcsán, és volt erről bármilyen reflekszió, akkoriban? Az mszp mm. alapítványnak a, a népszabadság sorsát alakító, nagyon-nagyon kis szerepe volt. Gondolod Nagyon-nagyon kicsi. Ez csak az utolsó, és nem is társas alapítvány volt akkor még, a táncsics az, vagy, vagy a táncsics az, a szabad sajtó alapítvány volt. Ö, ö, igen, bocsánat, jól mondom, igen, ez a párt alapítvány volt, ez meg egy másik alapítvány. Igen. igen, és a táncsics volt benne a volt tehát igen. a France, tudjam tudja ezeket. De, amikor amikor igazából elkezdett komoly szerepet játszani ez, a, ez az alapítvány a népszabadság életében, és hirtelen gátja lett mindenféle átalakulásnak, meg az már a népszabadság sztorinak az utolsó fejezete volt, amikor én már nem voltam ott. És érdekes módon, és ez neked nem fog tetszeni, én nagyon úgy értékeltem akkor, meg utólag is úgy értékeltem, hogy a népszabadság sokkal nagyobb problémája volt a munkavállalói tulajdon. Na, erről mesélj, ez, ez nagyon érdekel. Szóval, hogy illetve az, hogy túl, hogy és ebből is látszik, hogy a közgazdaság, még általában a gazdaság egy bonyolult dolog, bizonyos ösztönzők, vagy bizonyos ö, ö, szabályok simán fordítva tudnak működni, mint ahogy az emberek elsőre gondolják. Nem fog minden részletet tudni egészen pontosan mondani, de ezt én így látom mondjuk. A, az ötvösség annak idején, amikor megszerezték a Bertelsmann többségi befektetőnek, hihetetlen jó díl volt, nagyon jó feltételekkel tudtak. Például nagyon sok minden jogot kikötöttek a szerkesztőségnek, főszerkesztőválasztás, stb. Nem lehetett csak nagyon-nagyon szigorú feltételekkel leváltani a főszerkesztőt. Komoly, viszonylag komolynak mondható munkavállalói tulajdon, ami persze egy ilyen közös részvényben volt, de nagyon komoly jogok voltak hozzá kötve. Innentől kezdve viszont a népszabadságnak ebbe a tíz évébe, amikor nagyon sikeres volt anyagilag, gyakorlatilag nem tudott valódi médiapiaci komoly versenyzőként működni. Többek között azért. Egyrészt nagyon erős volt ez a fajta szakszereti gondolkodás, aminek az a lényege, tehát egy döntést minél több ember hoz meg, ez a döntés annál kevésbé lesz bátor, annál kevésbé lesz kockázatvállaló, és annál kevésbé lesz gyors. És tehát, hogy egy, az ilyenfajta döntéshozásban, meg ebben a fajta gondolkodásban mindig az lesz, hogy minden legyen úgy, ahogy volt, hiszen eddig nagyon jó volt. És hát bizonyos versenyhelyzetekben, és Magyarországon ilyen versenyhelyzet alakult ki, ez, ez, ez végzetes lehet. A népszabadságra végül is ez bizonyos szempontból végzetes is volt, de ennél persze bonyolultabb a helyzet, mert nem akarom teljesen a szakszervezet meg a, a, a tulajdon nyakába varni, ugyanis itt létrejött egy olyan fajta, tulajdonképpen van összefüggés, de létrejött egy olyan ellentét, és ezt szerintem a Pali elmondta, hogy, hogy a Bertelsmann közben átadta ezt a tulajdon, ugye a Grunerund gyárnak, a Grunerund gyárnak viszont már azért nagyobb ambíciója volt, hogy a népszadság menedzsmentjét valahogy a kezébe vegye, hogy ez az ambíció, ez jogos volt-e, vagy nem volt jogos, vagy, vagy értette hozzá a vagy nem, az egy másik kérdés. A Pali szerint nem értett hozzá, én, nekem nincs sokom, hogy ezt kétségbe vonjam, de az a lényeg, hogy emiatt, hogy a Gruner szerette volna kezébe venni a dolgokat, viszont rengeteg jog volt kikötve a dolgozóknak, mert is nem tudta. Emiatt létrejött egy olyan helyzet, hogy viszont amikor a cég menedzsmentje akart volna lépéseket tenni, megvásárolni a Nemzeti Sportot, rádiót indítani, tévét indítani, tehát vállalkozni ezen a piacon, ahol kurva nagy lehetőségei voltak. Annyi pénzen ült a népszabadság, hogy amikor a Grunerun gyár áttekintette a, a, a könyveket állítólag a, a, a 90-es évek közepén, akkor azt mondta, hogy hát itt nem kiadóvállalatot kell alapítani, a bankot. Én ezt mondta a Pali is. Ugye? Ezt, 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 nem emlékszem, hogy itt mondta olyan -e állat, de hogy, 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 nagyon jó anyagi körülmények, tehát hogy, hogy vállalkozhatott volna, de hát ezt is mondta, szerintem vállalkozhatott volna. És onnantól kezdve a egyáltalán direkt akadályozta ezeket, tehát mit, semmire nem mondták azt, hogy menjen internetes ugye mi megpróbáltuk annak idején az internetot például vinni a... most egy azt mondod, hogy az ötvös maga, ötvös pár nyitott volt erre, tehát ő szerette volna ezt? csak egyszerűen a tulajdonos nem Nem tudom, hogy, nem tudom, mert ugye a Palinak akkor képviselni kellett elnökként nyilván a Gruner és tehát nem tudom, hogy ő személyesen mi volt, de az, hogy, hogy a végkifejlete az lett, hogy, hogy végül is nem ment sehová a... Ő amikor csendtelen azt mondta, hogy konkrétan tényleg semmilyen fajta ilyen típusú fejlesztésben nem voltak partnerek. Igen, igen, igen. igen. De ez ez, ez értető, de bocsánat, hogy jön valaki Németországból befektetőként, ismeri azért a médiapiaci sajátosságokat egy centrumországban, és látja azt, hogy itt liberalizálódik például a tévépiac. És ebben hogy nem lát lehetőséget? Hát figyelj, nyugati cégeknél is van az, hogy, hogy, ő, nem ért hozzá. Hát ő eddig kalácsot sütött, akkor most a kiflivel mit csináljon, érted? Tehát a Grunerund egy könyvkiadó volt szerintem. Tehát még hírlapja se volt. Hát szerint lehet, hogy fogalma nem volt. Az, hogy az ötvös választott főszerkesztő volt a Népszabadság, azt hiszem talán a HVG-ben volt még ilyesmi. Az Igen. mennyiben volt egy érdemi demokratikus felhatalmazás, és mennyiben volt inkább csak elbábozása az üzemi demokráciának? Én azt gondolom, hogy az ötös esetében egyáltalán nem, nem, volt arról szó, hogy az elbábozás lett volna. Szóval neki nagyon erős legitimációja volt belőle. Nagyon erős. És, és a népszabadság esetében nem csak, hogy egy ilyen választás volt, hanem ott voltak, egy demokrácia, hogy működik, intézményeken a voltak intézmények. Volt szakszervezet, volt népszabadság volt közös részvény, nem is tudom hány, hány intézménye volt annak, hogy, hogy a a dolgozók valamit. Jó, persze. Egyébként nyilván a dolgozók korlátosan látnak bele. Ezt ugye én később is tapasztaltam már indexes időkben is, hogy a dolgozók meglehetősen korlátosan látnak bele, és hogyha bele is látnak, akkor sem biztos, hogy jó következtetéseket le tudnak vanni bizonyos gazdasági számokból. Tehát ott se gondolom, hogy mindenki érted, teljes transzparenciával tisztában lett volna a a, a, pont, a pontos lehetőségeivel talán nem is jó az. Ugye ebben nagyon, csak sajtóban kevésbé, de mondjuk a, talán a, ugye ez a minden dolgozói tulajdonnál ez, egy, ez, egy, ez, egy gyó, ez, ez a legfontosabb, meg legizébb konfliktus, hogyha a dolgozó azt látja, hogy a cég egyébként, hogy neki van egy fizetése, de a cég egyébként kurva nyereséges, akkor az a kérdés, hogy miért nem keres többet és ugye itt kezdődik a konfliktus, hogy akkor az a cég mit kezdi, az a pénzzel, az befektesse, fejleszem belőle, fölvegye még embert, vagy adja oda azoknak, akik ott dolgoznak. De most, hogyha túl sokat ad oda azoknak, akik ott dolgoznak, akkor nyilván ez a saját növekedési lehetőségeit korlátozza, adott esetben azok is rosszul járnak hosszú távon. Ugye például a herendi porcálmanufaktúra az egy ilyen sztori, az egyetlen olyan iparvállalat volt szem Magyarországon, amelyik jelentős dolgozói tulajdon bakerült, egy munkavállalói részvényprogram, ott volt egy erős szakszervezet, és ugye az alacsony fizetésű kézi festették ezeket a baromi drága porcánokat, és hát nem értették, hogy még keresnek ilyen keveset, amikor vagyonokért adják el, na hát akkor nem kéne ennyit fizetni a igazgatónak, nem kéne ennyit fizetni a marketingesnek, aki kijár ugye Dubajba a sejkeknek eladni a és akkor mit lám kéne ennyit fizetni fejlesztésre, és szép lassan tönkre is ment a dolog, közben erős volt a konkurencia Kína felől, vagy egyre inkább ugye jött be a Ez a utóbbi az erősebbnek tűnik, igen. De sok minden. Tehát, tehát, például azt ki kell találni egy ilyen. Ez voltak olyan változások, amit ki, tudnak, ki, ki, tudták azért találni, hogy egy, egy bizonyos izében hogy van. De szóval csak azt mondom, hogy, hogy az ilyen, most nem tudom, hogy keverettem, ide, de megint a ügyeit a munkavállalat. De a választott kérdése. Hogy a ízek, de hogy, hogy, ott egy erős, igen, igen. Hát például az, hogy a, azért a népszabadságnak bizonyos kérdésekben a lomba mozgását, meg a izét, például ez a fajta ide is okozta, hogy, hogy, hogy azért a belső nyilvánosság és az érdek, érdekérvényesítés is erős volt, és ez nem a, nem a versenyképesség irányán mutatott. Szerintem. Ez egy fontos tanulság volt neked később, akár az Index, akár a névi vonatkozásában? Ne. Nem. Hát nem, nem tudott fontos tanulság lenni mert nem. Hát olyan szempontból nekem persze, mint példa, benne van a fejemben, de hát azért nem ilyen típusú problémákkal kellett, egész más típusú problémákkal kellett küzdeni, és küzdünk a mai napig a, a későbbi cégekben egész más helyzetekben, szóval nem nagyon lehetett ezt a fajta tapasztalatot. Ez egy nagyon speciális helyzet volt. A népszerűség olyan szempontból volt nekem nagyon erős példa végig, meg a Palinak is a főszerkesztői szerepfelfogása talán, vagy nem tudom én, hogy, hogy az nagyon, tehát hogy, hogy én az azért tíz évig egy olyan típusú szerkesztőségben tudtam ott dolgozni, ahol szóban nem jött az, hogy például a sales befolyásolja a tartalom munkáját. Szóban nem jött semmilyen formában. Szóba nem jött az, hogy bizonyos politikai vagy nem tudom én ezeknek meg kelljen hajolni, vagy nekem legalábbis nem kellett. Lehet, hogy voltak olyan, biztos, hogy voltak olyan figuráknak. Szóval a korrupció vagy a, vagy az ilyen típusú hatás sem mindig kollektív, hanem akár ugye egyes embereknél támad. Szóval, hogy azt a fajta felfogást egy szerkesztőségnek így kell működnie, és ezt nagyon sokszor, a index különböző tulajdonos váltásainál, ezt nem is mindig értették a tulajdonosok, hogy ez, ez hogy van, hogy nekem, hogy, 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 a szélsz, és a izék között például a piros vonal, hogy nekem nem fejlő az, hogy bazd meg, kiről kell írni, vagy kiről nem. Tehát, hogy ez, ez, ez a 2000-es években már a magyar sajtóban ilyen értelmezhetetlen volt, szóval, hogy ezt nem, 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 értették emberek, hogy, hogy, hogy én azt miért képviselem, és mit akarok ezzel és sőt, hát ilyen rémtörténetek voltak a, 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 szerkesztő, vagy a cégcsoporton belül is, amikor más Péter ügyve, hogy hát a, az indexe már, már hogy a, a, különböző, a, a, többi céget is kiszolgáló szélzben, ilyen izé volt, hogy hát az indexe nem lehet dolgozni, mert azok, azok nem engednek semmi. Azért majd másik izében meg És akkor ezért csináltak maguknak mindig saját brendeket, meg saját újságokat, hogy most a nem tudom én, akkor a velvet, akkor a mit tudom én, divány, már a velvet sem volt eléggé izévők, és akkor mind, mit tudom én. Tehát, ugye ezek, mondd, ezek, ezek, a divíziók, ezek abszolút nem a te kezdeményezésed, a te ötleted volt. Persze. Te, persze. Ha, ez abszolút szél, a tulajdonos nyomás. A jött szél, jött? a szélsz a hát elmond. ott az volt, hogy... Hát ott, ott egyszerűen az volt a velvetnél, ott az volt, hogy ott még nagyon-nagyon bizonytalan. Tehát, hogy akkor a mi kezünkben volt a döntés, tehát arra én bólintottam rá, hogy akkor menjen. Mert, mert az volt a idő, hogy hát nekünk ilyen, ilyen női tartalmat, én már a női tartalom kifejezéstől is rosszul vagyok, mint tüzet, ami nem, azt hiszem, mert hogy nem, nincs gender a cikkeknek szerintem, vagy nem tudom én milyen, vagy eleve van ebbe egy kicsit ilyen legkicsi, nem? Tehát, hogy azért ez egy elég non-piszi kifejezés, női tartalom. Mert persze, rúzs, meg női lapok. Na mindegy. Hogy, hogy akkor ilyet kell csinálni, mert ezt jobban el tudjuk adni. De hát akkor még nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt, még a kapkába voltunk szerintem. Tehát akkor még, még nagyon szarul és, és, akkor kezdődött, és hát ugye óriási bukás volt persze a projekt. Már olyan szempontból, hogy nem nagyon, tehát, nem nagyon ment úgy, szélszileg, mint ahogy elképzeled. De szélsznek is mindig vagy elképzeled. Szélszesek mindig kitalálják, hogy ők jobban tudnak tartalmat csinálni. Ez a megfigyelésem, tudod. Reklámosok, szélszesek mindig kitalálják, hogy ők tulajdonképpen jobb tartalmat tudnák csinálni. Aztán kiderül, hogy mégsem olyan egyszerű. Ezt, ezt, gyakran, ez gyakran láttam. Megismerkedt Nyíri Andrással. Egy fontos ember volt az életedben. Igen, igen, igen. igen, igen. is egy hogy ismerkedtetek meg? Hát amikor itt a 90-es években egyrészt a, és a és meg egy szerkesztőségben is elkezdtek meg számítógépek. Egyrészt kitört a PC forradalom, és mindenki PC-ket kezdett el én is köztük voltam, hogy otthon megesztettük a izét, az meg szilikon Mit volt ízér, először, a, a vagy mi? Persze, persze, nem tudom, a 286-os, XT, AT, nem tudom hogy mik voltak már. Hát ezt tudod, hogy a gyakorlatilag a havi fizetésünket azt gyakorlatilag arra költöttük, hogy, hogy, hogy mentünk a pincébe, nem is tudom már milyen számítógépes üzletek voltak, nagyon sokáig vásároltam a Silver comp mai napig megvan szerintem a, a ponton, de azt már szerintem a 90-es évek végén kezdtem oda járni, de mindegy, hogy, hogy vettük ezeket az alkatrészeket, szereltük be össze a számítógépeket, és, és, és próbáltuk futtatni a DOS-t, a Windows-t éppen, ami volt, 3.1, és és amikor hát a 90-es évek elején a népszabadságban én már láttam, a, hát ugye a külpolban nyilván jártak az amerikai lapok, amiket én mindig elloptam, a kosárlabda eredmények például érdekeltek nagyon, az Amerikában itt, az Michael Jordan ugye fénykora, első három bajnokságának ideje, és és hát akkor már láttam az amerikai sajtóba bele, -bele olvasgat, hogy itt valami kurva nagy forradalom készülődik. De ezt itthon is már lehetett érezni. Megengem meg engem érdekelt is a számítógépes világ. Wolfenstein-eztünk, meg nem tudom, hát természetesen ugye játékok, meg mindenféle baromságokra használtuk meg egy cikkeket, is, már elkezdtem én rájöttem, hogy, 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 sokkal jobban tudok írni, mert én, hát ahogy beszélek, ugye mindenféle rettenetes kanyarokkal, és, és, és viszonylag az a asszociációkkal, sajnos ez nem vagyok struktúrált a bírásban se sokszor. Emiatt aztán írógéppel, amíg írógéppel kellett írni, nagyon-nagyon macerás volt nekem. Hogy, ah. hogy, hogy, hogy újra és újra átérni dolgokat. neked az, hogy linkeket lehet használni szövegben, az egy megváltás erejű dolog. Hát igen, be hát az persze, valójában senki nem kattintja, és valójában nem az van, ez nagyon sokszor hogy valójában nem az van az olvasók fejőint, egy kicsit önbecsapás ez a linkeket, és de valóban, tehát a hipertextes gondolkodás az, az, az jellemző volt rám, abóvó, és ö, ontológiai hipertextes vagyok, és, ö, és ö és akkor én elkezdtem ed Eden már jártatni az anyamat, hogy mit lehetne csinálni, meg akkor jött ez a CD, és akkor én már láttam, hogy van Magyarországon egy csapat, akik ilyen CD-rommal foglalkoznak, és csak meg kéne őket keresni. De hát én, én általában ilyen roppant körülményes vagyok ebben, meg van egy ilyen jó fejlett szociális fóbiám, mindig halogattam ezt, a, ezt hogy fölhívjam. meg is szereztem szerintem a a számát. És addig halogattam, hogy egyszer csörög a telefon, és a nyílő volt az. Hogy, hogy, igazából ő meg látta a mi rovatunkat, amit a Faragó Józsival, Tótákos, csináltunk. A mozaik rovatban volt ez a Manem című rovat, amit név aláírás nélkül írtunk, a műfaj úgynevezett hírfej, tessék fölírni, újságíró, iskola, elmélet, nagyon ritkán alkalmazzák már. Ez régen a mínuszos hírek között volt egy olyan típusú vagy, vagy a hírfejnek azt mondták, hogy amivel ez vagy a mínuszos híreket fölvezették, vagy valamilyen, igazából publicit, hát már vélemény műfaj, tehát valamilyen miniglossza, ami aktuális hírre foglalkozik, és írogattuk ezeket a manemeket, és ez megtetszett a nyírőnek a népszabadságba, aki nagy népszabadságolvasó volt, és azt mondta, hogy, hogy a ABCD nevű cd a magazin, amit ott csináltak, abba kéne csinálni egy ilyen, egy ilyen manemet, hogy ez valahogy ilyen, multimédiásítsuk. Akkoriban még a CD volt a nagy, tehát az internet az nagyon kevés helyen volt és még nagyon buta volt. Tehát belegondolsz, 93-as a, a World Wide Web szabvány. 93-ban adták be ugye a cern a timberlands És akkor elkezdtünk ezen dolgozni, összelektünk közben, a Nyírő már látta, hogy itt az internet lesz a nagy dolog, igazából, meg a szakadát. Tehát a Nyírő neve szerintem nagyon kevesetek mond bármit is. Tehát nem tudott igazából később egy akkora karriert befutni, mint amit feltételezem, hogy akkor láthatatok benne, hiszen ahogyan elmesélik a korosztálytársai, egy ilyen a lehengerlően energikus és uh, uh, jó beszélőkéjű, magát jól érvényesíteni tudó ember volt. Hát nézd, más idők voltak, hát egy időben az internet, tehát a a, hogyha azt mondom, hogy a nyírő volt az internet arca, akkor sokkal pontosabban írom le ezt a dolgot, mint ahogy gondolnád, mert tényleg ő volt. Tehát ez egy, hogy az emberek azt mondták, emberek jó része, hogyha azt mondták, hogy internet, akkor egy ilyen kopaszba bajusz, és mosolykó fej ugrott be nekik. Például hogy az index az annak idején így is, így is villámstartot venni, hogy egyértelműen és csak is annyira toltuk előtérben, mint ezért, hogy gyere velünk, mi sem megyünk sehova. Ez, a, ez volt a szlogen, nem a gyere velünk, mi sem megyünk sehova, azt én tettem hozzá mindig, hogy gyere velünk, jó, megverünk. Mi gyere velünk, ez volt a a, a szlogen, amikor az internet végül az indexet csináltuk, és ugye én nyírő állt a Balatonba egy valami mobil eszközzel, és internetezett, ez volt az ízes vigyorgott be. Tehát, hogy annyira az ő személyére épp, ezt. Szabályos személyi kultusza volt valóban, ami nem is biztos, hogy jót tett neki sok szempontból, de, de egy darabig ezt... Tök. És hát igazából az is kiderült, hogy a nyírő egy nagyon jó gründoló ember, és egy rossz üzemeltető? Sok szempontból, Sokszor Sok szempontból működtetni, nem nagyon tud dolgokat. Meg, meg minden projektbe végül is olyan dolgokat hagyott, hogy nagyon rossz érzéseket hagyott maga után sok, sok helyen. Ugye mi ott nagyon erősen nyomtuk ezt a a nyílő is erre részben üzleti érdek is volt benne, de őszintén azt gondoltuk, hogy a 90-es évek közepén még a magyar ö, oktatásban, meg a, hogy mondjam, a meglévő, a társadalomban meglévő tudásokban van még annyi, amire egy komoly most indul ez az internetes sztori a világba, hogy mi komolyan meg tudunk csinálni egy ugrást esetleg. Már a magyar gazdaság, meg társadalom. Hogy hiszen a kgs n belül Magyarországon számítógépes képzés, az egész ilyen híradás, technika meg minden elég erős volt. Nagyon komoly, tehát nálunk gyorsan fölállt a, ahhoz képest elég jó internet, tehát hogy, hogy például a a, a, ezek az ősi internetesek, akik még mindig megtartják néha, vagy nem tudom, én, én nem néztem rá azóta régen, vagy nem néztem már rá régen ezekre a felületekre, de hát ugye voltak ezek, a, ezek az ős internetesek, akik a, akik, a mindenféle egyetemi hálózatokon felhúzták ezeket, a, ezeket az első szervereket, tehát hogy, hogy itt viszonylag gyorsan föl egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen tudás háttér, amiből egyébként az internettó akkoriban, meg később az index épült, hát ugye belegondolsz a keki, aki később a Dentonéknak a fejlesztési embere lett itt, a hát a de olyan szintű ő, 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 ő is olyan szintű vagy a Barci, mi korábban. Hát szóval, hogy, 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 hogy az látszott a 90-es hogy van olyan szaktudás, amit tényleg még világszínvonalú, és lehet rá építeni, és tudnánk egy nagy ugrást csinálni, és viszont ennek vannak nagyon sűrűs korlátai, meg bizonyos állami, ö, 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 hogy mondjam, szerepvállalásra is lenne szükség. Na, akkor itt hadd kérdezek valamit, mert ez nagyon fontos. Azt mondta, hogy meg volt a szakértőgárda, és akkor a mából visszanézve, szerinted? illúziótok voltak azzal kapcsolatban, hogy ez meddig skálázható föl, vagy pedig az a helyzet, hogy azt terült ki számotokra, hogy nem tudom én, a magyar befektetői környezet nem eléggé tőkerős, az derült ki, hogy a magyar állam nem eléggé responszív. Tehát mi volt a legsúlyosabb korlát szerint a növekedés előtt? Azt nem tudom, hogy mi volt a legsősorosabb korlát, mert ezt utólag nagyon nehéz. Sok mindenre lehet fogni, valószínűleg a társadalmi környezet sem volt annyira ö, nyitott ebbe az irányba, mint amennyire mi gondoltuk egy ilyen szűk budapest időben. De akkor ez, ez egész illuzorikus volt igazából? Hát figyelj, szerintem Észtország példája azt mutatja, hogy nem illuzorikus. Észtország sokkal rosszabb álvadott, mint Magyarország, és megcsinálta ez az ugrást. Uh -huh. De nézd meg, ahogy az oktatással nem tudott mit kezdeni, például a magyar uh, politikai vezetés itt most már kormányokra, most meg végleg. Tehát, de mo most már tud mit kezdeni, leépíti, ugye? Tehát, ugye, most már ez a cél. Nyilvánvalóan, elég cinikusan, de láthatóan. Üh, nem, nem, nem. E ebből, az elő, ebből nem tudtunk. Uh, Előnyt Kovácson, és sokan voltak egyébként a magyar között, akik ezt gyors, hamar látták, hogy például nemrég halt meg, nemrég, hát néhány évvel, Vámos Tibor, már akkor nagyon öreg volt, akadémikus, aki magyar, ő volt a staki alapítója, a, a, ez egész ilyen szocialista táboron belül számítógépes ő, ő, világnak az egyik, vagy egyik első ilyen izé, már majdnem első mohikánt mondtam már, és kezdek a millenial képzavarokba gondolkodni. Rettenetes. Az első ilyen, ilyen, ilyen fontos figyelj, meg mondjuk mondjak egy bődületes sajtóklisét. Ő, 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 is nagyon nyomult ebbe, mi is nagyon nyomultunk a gyérőékkel, kifejezetten ilyen, ilyen, csináltunk ilyen tanulmányokat, fehér könyv, nem tudom ez volt a címe, hogy mi az akadálya a magyar ő, internet hát er, terjedésének. Erre is a matávot az internettól keretében erős összefűz alá vettétek, igen, igen, igen. és ez szerintem két szempontból is nagyon izgalmas. Az első az, hogy ez igazából aktivista újságírás volt, amivel szemben te nagyon kritikus vagy. Nem, nem, vagyok szemben minden, nem vagyok kritikus mindenféle aktivista újságírásra szemben Ugye, vannak tüntetési a tüntetési a előtt, azzal bádoltátok őket, hogy a monopól helyzetükkel, és régiós vagy világösszehasonlításban nézve is, kimagasva drágán adják a igen, netet. igen, 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 az volt, az. Nyomtál, és volt. meg a vodoki, én ebben viszonylag háttér ember voltam, vagy nem nagyon foglalkoztam ezzel újságíróként először sem foglalkoztam, de ott tényleg volt egy ilyen helyzet, persze ez is bizonyos szempontból, tehát hogy mondjam, a mi akciónkban is volt egy adag demagógia, az akkori távközlési piac nem volt még azért annyira erős, de, de tényleg nagyon magasak voltak ezek az árak és tényleg akadályozta az internet elérését. Ma már tudjuk, hogy nem csak ez akadályozta, a matáv de maguk baromságokat állított egyébként ebbe a vitába, akkor ugye mondta, hogy hát itt azért is mert nincs elég tartalom, azért nincs internet elérés. Tehát szerintem az, egy, az, az, ma is egy válható érvelés, hogyha, hogyha akkor az állam többet investál ebbe az infrastruktúrába, viszonylag egyébként nevetséges pénzek lettek volna a mai ezek a mai állapotokhoz is összesült, de az akkori, tehát a költségvetés, költségvetésben rengeteg pénz van, tehát nevetségesen kicsi befektetés lett volna, akkor elődébb lehetett volna ez ellenőgy. Ez persze mindez nem óvta volna meg persze, tehát azért annyira nem lehetünk most sem ezért naivak, hogy mindenféle ilyen utólagos utópiákat faragjunk, és azt mondjuk, hogy, hogy hát akkor másképp alakul, mint nem, mert az valószínűleg ez a magyar társadalom sokkal mélyebb problémáit, és sokkal, vagy a magyar gazdaságnak is bizonyos problémáit nem oldotta volna meg. Lehet, hogy egy picit előrébb tudtunk volna lenni. Hát én ezt aztán később elég szomorúan értem, meg, hogy mondjuk 2000-ig még látszott, amikor mi az indexel próbáltunk tőzsdére menni, hogy még a cseh lengyel piacsal bírjuk a versenyt, és egy-két év múlva már az velünk egy, egy nagyságrenden nagyobb reklámbevételek, tőzsdeiért, tőzsdére tudtak menni, komolyan meg tudtak maradni, mi meg ott álltunk a csőcéne. Erről fogunk beszélni, de még visszatérve az aktivista újságíráshoz, tehát hogy mi alapján dől el számodra, hogy mondjuk megengedhetőek -e ezek a típusú direkt nyomásgyakorlási, meg politizálási eszközök, és adekváltak, és mikor nem? Mert hogy ugye én nem tagadom azt, hogy a Matávnak a monopól helyzete az egy kirívó igazságtalanság volt, de felteszem, voltak más típusú kirívó igazságtalanságok is az évtizedes pályafutásod alatt, és máskor még sem lehetett látni hogy ilyen típusú eszközök között volna. De ekkor se én nyúltam azért elsősorban, mint mondtam, tehát hogy mi benne voltam ebbe a szerkesztőségbe. Én nem, ez kifejezetten a a, 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 projektje volt, én nem, nem tudok jó gondolkodni ilyen, ilyen akciókban, meg, meg ilyen, ilyen, ilyen megközelítésben, az én, az én attitűdömtől ez valóban távol áll, de abban a helyzetben egyébként, hát az egész internet, akkor még egy ilyen, hát hogy mondjam, egy közösség voltunk, egy mozgalom voltunk egy kicsit, tehát hogy akkor az egész egy mozgalom, tehát nem, ott nem újságírás voltunk, hanem internet valójában. Uh -huh. Tehát hogy akkor még nem is, nem is mondtuk ki azt, hogy például az internet se úgy gondol, magunkról, mint, úgy gondolkodtunk magunkról, mint újságról. Én kezdtem el egy idő után újságként gondolkodni róla, meg meg én kezdtem el ezt a, ezt a vonalat erősebben nyomni, hanem úgy gondoltuk hogy, hogy mi vagyunk az internet, az internetes cég, internetes tartalomszolgáltató, mi nagyon sokáig még az indexbe is egy ilyen általános Yahoo-típusú, hogy nemzetközi példát mondjak, az akkori Nemzetközi példát, egy Yahoo-típusú, egy ilyen nagy szolgáltató, mindent, amit az Olympus is ezt e Ó, Amiben a hírlap egyébként csak, hát még az indexnek is ez volt az üzleti modell, csak aztán villám gyorsan kiderült, hogy a hírlapon kívül máshoz nem értünk, hogy, hogy az, az volt a, a kiinduló elméleti modellünk, teljes fasság volt, hogy bele is buktunk. Hogy, hogy, hát a hírlap az csak így a brandet viszi, de igazából majd keres szoftverfejlesztés, internetes szolgáltatások, mit tudom én, mindenféléket csinálunk mi majd. volt is erre, tehát ott elindult, volt, egy olyan, volt olyan állapota az indexnek az elején, amikor a Stakiba voltunk, három emeleten voltunk már a Stakiba, hogy volt egy, mit tudom én, közel százfős fejlesztés. Villám gyorsan fejre állt, hmm. természetesen. A másik érdekes dolog, hogy ti igazából azért kritizáltatok a matávot, mert hogy komodifikálta, tehát hogy piaci tett az internetet. Mert az volt meggyőződésetek, hogy ez egy olyan közjó, ez így szabadon hozzá kéne férni. Hát hogy, nem szabadon kéne hozzáférni, hanem normális áron kéne hozzáférni. Igen. nem többet a... gondoltatok a fehér könyvben Ti a fehér ennél többet állítottatok az internetről. Igen? igen? Nem mix. Erről volt itt a köztetek? Tehát, itt, hogy itt van egy olyan új típusú nem tudom, médium, vagy egy olyan új típusú információtechnológiai fejlesztés, ami nagyon kérdéses, hogy most piaci termék, nem piaci termék köz közszolgáltatás, nem közszolgáltatás. Mentek ilyen típusú viták köztetek? Nem, én erre nem emlékszem. Az biztos, hogy az anarchoszindikalista, az anarcho frakció, ugye a Bodokival, nyírő, akkor nem tudom, hogy milyen volt később, ugye neki is a, hogy mondjam, a politikai nézetrendszer sokat változott, de ő is akkor nagyon kifejezetten baloldainak számított, mm. szerintem. Tehát akkor ugye, lehet, hogy nekik ez, ez, ez erősebb volt. Én, én mondom, ebbe a, a, részében nem folytam bele, meg én akkor nem, nem is gondolkodtam ezen. Én, én egyébként végig úgy gondoltam a, az internetóra, meg erre a projektünkre, hogy ebből meg kell próbálni egy saját lábon álló vállalatot, és kifejezetten vállalkozásként mm -hmm. gondoltam rá. És egyébként addig, meg, hogyha én vállalkozásként néztem erre a Matá ellenes harcra, akkor ez egy kifejezetten hasznos, jó közösség és ismertségépítő dolog volt. Tehát akkor bocsánat, igazából nem egy politikai projekt volt, hanem sokkal inkább egy jó értelembe vett PR marketing kampány. Hát, fél, biztos, hogy volt benne az is. Igen, igen, igen. igen. A, és ebben nem mondom kétségbe azt, hogy a Bodoki, vagy akár a nyírő részéről, ebben inkább egy, sokkal inkább egy őszinte. Mint ahogy mondom, bennem is van egy olyan, hogy én is úgy gondolom, hogy az akkori helyzet, az internet berobbanásának az időszaka sokkal nagyobb lehetőséget kínált volna az egész magyar társadalom számára, mint amit végül sikerült belekihozni. Bár hogyha ránézek, és megint előre a magyar Facebook jelenlegi állapotára, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy még, inkább még magasabbra kellett volna emelni a hatának az internetes állapot. <s Ust> Nagyon izgalmas, hogy amikor az index elindul, akkor ti igazából a nyírőtől úgy veszitek át a főszerkesztést, hogy a Gerényi Gáborral közösen főszerkeztetek az indexet. Hát én úgy gondoltam, hogy négyen. Én, én úgy emlékszem, hogy négyen veszük át. Igen? Hogy akkor még a Takács Viktor és még, még valaki benne volt ebben a négy Igen, tehát nem csak a kettő a gg -vel. De valamely, hát mi voltunk kettő a rangidősek gyakorlatilag. A, a Gerényiben milyen volt akkor a viszonyod? Nekem jó volt minden az egész az utolsó időkig, amíg ez a... És fontos szakmai szövetséges volt? Hát a GG egy elég megfoghatatlan figura, Ma már ennél erősebben is fogalmazhatnék. Bocs, azzal vágtál magát, amit megírt a blogjára az Index történetéről? Hát akkor az volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ez, ez, ez egyszerűen olyan. Tehát aki, aki ezt nem az a teljes immoralitás. Tehát, hogy az, az meg hát ami azóta történt, az már ezt triplán. Hát a csúcs az volt, amikor most a vizen fölment négy, négy, négy a, a Fidesz. Tehát az, 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 tényleg az. A Súlyos meg? testi sértést ér a, az, a, az, az akciója. Hogy még az szájára meri venni, basz meg a négy -et. Tényleg. Fú. Te azt hittem, hogy ez -e. És ott vigyorogva basz meg a, izé, -e, a másik keretén mellett. Hol volt ez? Bocsáss meg nekem. tudományosan. Fú. Azt a kurva élet. Elképesztő. Tanulságosak ezek, a, ezek az évek. Tehát, hogy én se hogy 40-50 éves koromra fogom ezt látni, hogy azért a, hogy a, hogy mondjam, az emberi jellemeknek igazából milyen mélységük van hogy nagyon finoman fogalmazok kivételesen, mert már úgyis úgy benne vagyok most már nyakig. Péter, az, hogy benned ez ennyire erős indulatot vált ki, ez annak szól, hogy a GG valamikor fontos szövetséges volt, és személyesen bánt az árulása, amit így élsz meg, vagy az, hogy a 4 4 beáll bele? Nem tudom. Nem tudom, hogy ebben mi az erősebb, ez nyilván, ez is persze. Tudjunk, az ember magára is dühös, hogy megbízott emberekbe, akik ilyen minőségű csávok valójában. Persze. Az, hogy így alakult a történet, az miért minősítene korábbi bizalmadat? Hát figyelj, vannak egyébként, voltak már akkor is olyan jelek, voltak figyelmeztetések, amit mondtak nekem emberek, konkrétan vele kapcsolatban is például, másokkal kapcsolatban, bodolaival kapcsolatban, amiket nem vettem figyelembe. És azt gondoltam, hogy ez rossz. De kiderült, én nagyon rossz ember is, mert nagyon rossz pszichológus vagyok, nagyon rossz ember is, nagyon könnyen, nagyon könnyen elhiszem az emberekről, hogy jót akarnak. Akkor maradjunk az indexnél. Tehát azt mondod, hogy a, a, Gerény és mások kapcsán is voltak nagy felismeréseid. Ugye két, vagy legalább három nagyon fontos szereplő van mondjuk a 2000-től 2010-ig tartó időszakban. Vasili uh, Miklós, Igen. Yeah. Péter Zoltán, és igazából az ő, hát talán lehet így fogalmazni, Stróman, ja, Nobilis Kristóf aki ezt a időben nagyon nagy reményeket fűzte. Tehát 2005 ben még úgy nyilatkozol a Nobilisről, a világ legjobb tulajdonosát találtuk meg, nem viccelek. Az ott egy nagyon gazdag ember, aki nem feszkózik a nyakunkon, hogy ezt így vagy azt úgy. Csinálja a saját dolgát. Befektetget, vitorlázgat, időnként iszunk egyet, és annyi. Mi meg nyugodtan dolgozunk. És ezre nem így is marad, ameddig jól megy az index. <hül> <hül> Igen, hát ez gyorsan kiderült, hogy nem így van valójában. Azért jellemző már az akkori viszonyokra, hogy azt végül nekem külön kellett kiderítenem, vagy hát nem kellett kiderítenem, véletlenül derítettem ki, vagy ilyet nem, hogy derült ki, így is mondhatom. Volt benne némi aktív szerepem azért, de nem, de hogy, hogy, nem, hogy, a, hogy a nobilis az nem valószínűs. Nyilván, amikor a nobilis megjelent, hát újságírók vagyunk, bizonyos neveket láttunk már leírva, hallottunk már, akik közéletben valamilyen ügyben vagy gazdasági beexponálták magukat, és hát a, azt nyilván abban a pillanatban szemet szúrt, hogy a, ez valószínűleg még nagyon az elején mondhatnám, a nobilis föltűnik olyan gazdasági ügyletekben, amiben hát gyanús, hogy nem saját érdekeit képviseli valójában, hanem strómanol, vagy hogyha a magyar üzleti a PC kifejezés az, egy frontol bizonyos embereknek, ez jellemzően csányi volt. Vagy, de hát ez, ugye, ez a csányi vonallal is, ugye, mert én mindig, mindig, óvatos voltam, mert mindenkiről azt mondták egy időben, hogy ez a csányinak a valami, aztán kiderült, hogy néha kurvára nem, pont ellenkező, Szóval, hogy vannak ebben. Ezzel kapcsolatban is most már óvatos lenni. Szóval, hogy, 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 itt valahogy valakinek fronta, ugye itt is kiderült, hogy szó sincs a csányi. Az elején az volt a gyanú, hogy esetleg a csányi a pénz, hiszen akkor mindenki, minden mögött mindenki a csányit sejtette. És hát teljesen véletlenül derült ki gyakorlatilag egy, egy kocsmai sörözésen, amikor ezt valaki nekem elejtette, hogy, ez, hogy te figyelj, hát ez a, a spédernek az ember. És akkor azt se tud, akkor a spéder nevét először. Mm -hmm illetve hát nyilván lehet, hogy hallottam a 93-as Fidesz székházügy kapcsán annak idején, de hogy, hogy, hogy nem volt nekem. Akkor a még ]ben. a a jobb keze volt. Igen, de ugye mi kidő, hogy akkor a kettőjük között a törés az már, íze, tehát hogy ő már azért is kezdte. Nem tudom, ezt, ezt utólag ezt ő tudná megmondani pontosan, hogy ez mi gond, de ő meg nem fogja. Mikor beszélt el utoljára? Néhány hónapja. Tényleg? Persze. Te kerested egy Találkoztunk éppen. Találkoztunk. Beszéltünk az ott, és több föl is szó. Mit csinál? Nagyon, most? meg, nagyon, meg, nagyon megránkadták őt. Nagyon megrenk. És sokáig ez is egy nagyon érdekes dolog. Belemeltünk, mert én sokáig nagyon ki voltam akadó a Spéderre. Ez most arra teljesen ellentétben mondjuk a Tettük helyet cseréltek a gégével. Bocsáss meg, azt mondod, hogy a Spéder felé Kevesebb benne a kérés, mint a gerényi felé? Igen, sokkal. Persze. De a spéder felé kevesebb a számokérés benned? Igen, most ebből. Hát ez az is ma, hogy tudod, hogy a spédén látom, hogy ez nagyon. Tehát én akkor is tisztában voltam vele, hogy az ember szenved, és az ember nagyon szolgáltat a bizonyos erőknek. És ő saját korlátai és a saját lélektani korlátai miatt sem tud kommunikálni velünk, nem tudja, hogy rendezni ezt a helyzetet. De persze ez nem menti azt, hogy, hogy, hogy nagyon rossz stratégiát választott meg. Spéder sok szempontból hasonló karakter, mint én, sok szempontból teljesen ellenkező. Tehát ezeket a fajta, én ezt most tanultam meg, meg hát szegény apám halál kapcsán is, ez most előjött Több, aztán végig nem mutatnálak. De az ember ilyen tragédiák kapcsán is mindig tanul saját magáról is mert én aztán apámat is, ahogy apám figurájáról egyre többet gondolkodom, kell gondolkodnom, úgy látom benne is ezeket a személyiségeket, ami, ami, maga, ami bennem is nagyon erős, és nagyon késő jöttem rá, hogy ez, ez, ilyen. És most már azt látom, hogy a spéderve is ezek nagyon erős. Tehát ezek a, ezek a fóbiák, ezek a félelmek, amik nagyon sok dologban akadályoznak. Ezek benne még sokkal erősebbek lehettek. És sokszor az agressziója a tényleg egészen döbbenetes, hogy mondjam. Ez verbális a fizikai is akár? Nem, de velem még verbális, csak maga a gesztus. Velem, tehát sok legendásak voltak azok a sztorik, hogy milyen, milyen pokrozzúrvaságú volt emberekkel. De velem például soha, soha. De akkor is látszott minden gesztusában ez az, aki így tud csak beszélni, mert semmi nyíltság, teljes zártság, minden helyzetben. És tényleg ez, 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 a, ez a És persze, ez egy jó működ, meg jól tudta működtetni az egy ilyen rendszerekkel, ez alkalmas is. Meg ez. És én, én bennem aztán nagyon, nagyon súlyos kételyek voltak már az első, találkozás, első találkozásunk után, hogy, hogy, hogy egy ilyen tulajdonossal meg hogy, hogy, hogy a faszba fog ez az egész működni. Ha hogyha még titkos szolgáltatót üzemeltettünk, akkor értem, de ugye <laughs> <laughs> média céget az idő, tehát hogy annak a vezetésére ez az a az jó. Na szóval, hogy, hogy, viszont a, miután, bocsánat, csak hogy, hogy tényleg nagyon erős volt ez a évekig ez a, a az indulat a Spéderrel szemben. És abban a pillanatban, hogy megtörtént vele az, ami megtörtént, nagyon-nagyon megrángadták. De úgy, hogy ő majdnem belehalt. Bocs, ez most uh, konkrétan, vagy? Konkrétan. Volt egy, volt egy súlyos betegség és igen. Te betegedett, azt mondod? Bennem nem igen. igen. Valószínűleg. Hát ennek mindig sok oka van, meg nem akarok én itt a nevébe beszélni, meg de az a lényeg, hogy, hogy onnantól kezdve egy picit valahogy egy ilyen, nem tudom én, kvázi, azt nem mondom, hogy szövetségesek vagy az eletünk, de ahogy az én ilyen típusú indulatomból nagyon sok elpárol volt. Nem azt gondolom, de ez hogy azt, érzen, ő... azt mondod, hogy empátiában több van benned a Spéder irányában, mint a Gerény irányában, miközben a Spéder volt mégiscsak az, aki miatt kipicsázódtál az indexből. Hát nem kipicsázottam, nem a, nem Orbán Viktor miatt picsázottam, ki ez indexzó. Hát értem én, hogy Orbán Viktor a végső de, oka ennek, de Spéder Zoltánnak hatalma, lehetősége, játéktere lett volna egy más típusú média, válalkozói de, de, de a Spédernél értem a motivációt. Értem a értem a morális pozícióját. Szerintem nem jó, meg rossz döntéseket, de értem. De mi, mi az a morális de egy pozíció? Csomó, de egy csomó embernél semmilyen tök pitiáner vízé fasságokat látok, tényleg pitiáner kis egoizmusokat, és, és tényleg ilyen minősíthetetlen de ilyen kis Hát azt szerettem volna, hogy Csányi Sándor helyére kerülhessen, és ő legyen Orbán Viktor de, de az, bankára. mégis, de az mégis egy, az, szín, egy az mégis egy színvonalban az meg. Hát nem? Hát ő, 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 egy bankba játszott, milliárdon, nagyon sok milliárdba játszott. Jó, persze, igen. De, Másoknál még csak ez sincs. nyomorult százezreikért ott tepernek, és bárkit az anyjukat eladják. Be. De És nem volt képes megugrani bizonyos dolgokat, a saját fóbiái miatt is sem, meg, meg minden miatt sem, nem volt képes szövetségeseket keresni bennünk. De, de sok szempontból mi meg azt nem láttuk, és csak ma értjük meg, hogy mivel állhatott szembe. Tehát az, ahogy őt kicsinálták, az azért mutatja, hogy, hogy azok a félelmek, azok nem a az voltak. Azok nem. Tehát érted? A, a Spéder tudta, hogy Spéder ismerte ezeket az embereket, tudta, hogy mivel áll szembe, tudta, hogy milyen kockázatokat fut. Ezek a csávok meg, meg, meg tényleg izé mennek szopni, tényleg. Nem is kell egy hangos szót szólni. Apró pénz. De ott, ott volt tétje volt a dolog, én, nem, de nem akarom azt kihozni, hogy, hogy nem tudom én. A... Én őt tartanám a, a, a magyar média tulajdonos ideátepusállag, vagy, vagy ilyesmi. De akkor azt mondod, nos, hogy revidiálni érdemesebb az őről a kialakított képet, és hogy fontos lenne árnyalni? Én magamban árnyaltam ezt a képet. Látva, egyébként azt, hogy a telex olyan tudott dobantani az akkor. Szerinted ti elszalasztottátok ezt a lehetőséget? Lehetett volna nektek is egy ilyen sztoritok, hogy egy jelentős olvasói támogatás mögétek áll rögtön az induláskor? Hát igen, mi ezt sokkal visszafogottabban csináltuk. Igen, többek között azért, hogy azokat az embereket ne hozzuk lehetetlen helyzetbe, akik ott van. Ott maradtak. Igen. Bánod Hát figyelj, azt bánom, hogy nem léptük meg sokkal Tehát, hogy a 2008-ban, én meg sem, akkor már is felvetődött, hogy... 2008-ban? Igen, igen. Miért? Hát, mert akkor lehet, lehet, tehát én akkor észem, hogy, oda, hogy itt a spédivel lesznek majd gondok. Mi volt az első jel? Hát fél 2009 már a Vasili ugye, tehát hogy már akkor, hát mindig voltak feszkók meg, szóval láttad, hogy egyszerűen valahogy van egy olyan szintű inkompatibilitás, amit én egy ideig tudtam szigetelni a szerkesztőséget, a, az inkompatibilis részektől, de ne de, ja, sokkal korábban meg. De, nem volt ezen komoly gondolkodás akkor még, de felvetődni felvetődött bennünk, hogy ja, nem mertük. Hát, de, de ez, én még utólag, tehát még is nagyon nehezen engedtem el az indexet. Elengedted egyáltalán? Hát olyan szempontból nem, hogy ugye van, <laughs> most is. Már négy né, né, -né, -né hívják. De, hát, figyelj, de, tehát olyan szempontból igen, hogy egyébként az, ami ott index néven van, az engem nem zavar, vagy bármilyen néven bármi. Hogy van? Hát persze az zavar, hogy emberek ott azt gondolják, hogy csinálnak valamit, de... Egyébként ebből a szempontból az, hogy a jóslatod lehet, hogy igaz? Hogy? Mert hogy lehet, hogy ez az, az index fog megélni 50 évet. Ja? Na. Na. Négy-négy-négy még lesz, amikor már nem lesz az. Biztos. Biztos. Hosszú futó vagyok. De annak ellenére, hogy úszom. A Spéderre te valahogy beszéltél, hogy neki milyen reménye és ambíciói voltak az index A Nobelison keresztül? Miért kellett neki? Á. Tök fölösleges ilyeneket kell. Soha nem mondanám. meg. ennyi év után miért nem mondaná meg? Nem, nem Nem az a típus. ha ma már leülnél vele, Bontan egy jó Nem mesélni el neked az egészet szerintem? Biztos mondana valamit, nem biztos. Nem érdekel annyira, hogy meg Nem vinném el. Szerintem. Aha. Ennyi idő után. Hát nem, nem tudom. Az a, az, a, szint, ahol ők játszották ezt a játékot, az nekem teljesen beláthatatlan. Néha, néha utólag meg, megcsillan egy, egy darabja az igazságnak nem, néha beigazolódik bizonyos dolgokra, amikről meg voltunk győződve, hogy úgy van, hogy valójában nem úgy van. De, de nem hiszem, hogy... De hát, nekem van egy feltételezésem, ami egy viszonylag... És nem szeretném ha ezt a narratívát, esetleg az igazság, ezt a szép és az igazság megzavarna, hogyha a de, de hát nekem van egy olyan tippem, hogy neki voltak olyan vágyai, ugye volt ez a 2000 de nagyjából ez eléggé egybevág az időzítés, ugye, hogy volt az a bizonyos Áder Pucs 2006 sztori. és 2000 ben került a szemhez. Így van, így van. Tehát, hogy ő, ő, akart építkezni már, már valamiben politikailag, akart építkezni a Csányival szembe, és akart építkezni az Orbánnal szemben. Mind a kettő vesztes meccs, szerintem. Mint látjuk. De hát egy időben ő nagyon erősnek érezte magát, meg nagyon, potensnek is, valószínűleg okkal, és úgy gondolta, hogy ezt meg tudja Nyilván őt is átverték sokan, ő is megpróbált átverni másokon. Szóval a Vasili Miklós. Ő egy időben indexigazgató igazgató volt, aztán átmegy az Origóhoz, ahol egyébként téged hív el, miután távozol az indexből, hogy csináltak közösen címlapot. Hát ez, és ez, aztán, bocsáss meg, ez a közmédiánál is landolt. Ennek, ennek, az, ennek azért több, tehát az, az igazából egy ilyen vörösségű volt. Oké, okay, ezt is mindjárt mondd el, de hogy ugye elmegy az MTV-ba is, ott is vezérigazgató, most onnan úgy távozik, hogy rebesgetik azt, hogy felteltően, hát nem tudom szebben fogalmazni, nem biztos, hogy tisztességesen járt el a közforrások kezelése kapcsán. Ugye a magyar Telekomtól is igazából ezért kerül el, sokan ezt rebesgetik. És jelenleg a TV2-nél vezérigazgató. És az index. Az index. Benézted, radikálisan megváltozott, hogyan látod Vaszül Miklós pályaképét? Fél, én általában mindent benézek. úgyhogy Jó, hát oké, Úgy, nézek ki, mint aki benéz. Eee, nem tudom, érdekes. Vasszínű, az nem vált ki véleményen indulatokat. Például. Hogy, nem? Nem tudom. Nem, 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 nem volt én figyelme. Én őt nagyon bírtam. Tehát, hogy jobban voltunk. Nagyon. Tényleg? A Vasszínű volt az első, akinek ebből a spéderi világból valahogy elege lett. Utólag már a pályáját figyelve gyanakodhatnék arra, hogy, hogy más oka is volt ennek esetleg, de akkor még ez nekem őszintének tűnt, hogy nagyjából besokalt attól, amit mi is azért gyakran tapasztaltunk. Ő kapta a legnagyobb dózisba, nálam sokkal nagyobb dózisba hogy teljesen átáthatatlan döntéseket agresszíven és végre végrehajtottak vele, és, és, és nem tudta másnap, hogy mi lesz, és soha, és, 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 és úgy érezte, hogy hülyeségeket kell csinálni a meg, meg egyáltalán. Szóval mind, minden baja volt. Minden. És ugye volt ez a híres, azért, hogy volt két telefonja, és hogy, hogy legyen egy olyan telefon is nála mindig, amit csak ő hívja. De hogy az mindig legyen. Nekem is voltak ugye ilyen sztori, hogy éjjel kettőkor 47-szer hívott föl, meg. Tehát, hogy, hogy neki volt ez, a, ez az OTP-s időből, hogy mindenki álljon mindig készen. Ízébe. És volt egy ilyen telefonja, amit a kapott, és volt egy ilyen piac 2009 hogy eldobta a picsába. De hát akkor már ilyenek voltak, hogy nem tudom én, tudta nélkül fölhúztattak ott az új házba, ahol beköltöztünk vagy beengedő rendszert, amiről nem tudott, és akkor nem tudom én, mondta, hogy azonnal vigyék én a picsába, hogy üvöltözött már meg ide, amit soha nem láttam rajta, mert tényleg egy ilyen fiatal csávó volt, akinek de lazább, meg nem tudom. Én. Tehát most már komoly indulatokat láttam rajta, akkor már a spéderre, meg a spéderi világgal szemben. Engem őszintének tűnt az ő, az ő, indulata és ennek következőben a felmondása is, és hát valóban utána ez a nagyon érdekes pályaív következett, ami igazából a telekomos sztorival kezdődik. Hát a telekomban ő nagyon sokáig komoly erőfeszítéseket tett, hogy az origót eladja a Varga Zolinak. Az is érdekes lehet, hogy hogy kerülhetett a telekomba. Hogy neki mondjuk a Várhegyi Attilával való kapcsolata, ami a Spédertől eredesztethető, a Spédernek nagyon közeli barátja volt a Várhegyi. Én is többször találkoztam vele indexes koromba. Aki egyébként nem tűnt soha egy, nem tudom én, diabolikus figurának ellenzékben, ellenzékben volt még a Fidesz, amikor én találkoztam vele, mindig lehetett vele teljesen jó dolgokat beszélni, meg próbáltunk majd projekteket kigyúrni, nem lett be semmi egyébként. Szóval, hogy ő onnan ismerte már a Várhelyi és hogy mennyire volt ennek szerepe már abban, hogy ő a Telekomhoz ment, mm -hmm azt én nem tudom, vagy hogy hogy lehetett, de egy idő után az biztos, hogy föltűnt ennek a Fideszes hátországnak az árnya ott a környékén, a Telekomnál is. És akkor volt egy váltás, hogy hirtelen az oligó eladásáról a vargazodinak, Zolinak, Varga a Centrálnak Varga, Zoltának, Varga Zoltánnak akarta eladni. Nagyon, ők nagyon jóba voltak, Varga mai napig azt emlegető, hogy neki a legnagyobb emberi csalódás az a az üzleti az a, a Vasszil szerintem, vagy én legalábbis hallottam tőle egy megjegyzés, bár lehet, hogy nem elegáns, hogy most egy ilyet elmondok egy műsorban, de ő szerintem ezt többé kevésbé nyílt a képviseltem. Szóval, hogy ő nagyon, ők nagyon jóba voltak, és, és, és sokáig erről az üzletről folyt a szó, és ott szerintem nyilvánvaló lett egy idő után politikai vonal, hogy ezt nem lehet csinálni, akkor jött egy ilyen izéváltás. most nem fogom tudni sajnos, ez most, most hülyén jön ki, mert, mert itt, itt, nagyon, itt fontos lenne a kronológia, hogy mikor voltak a főszerkesztőváltások pontosan az origónál, mikor lett a, a balhé a, az Lázárral és ment, és, és, hogy, és hogy viszonyult ehhez a Vasilinek a távozása. De most akkor koncentráljunk tényleg a Vasszili személyére, hogy ott ülünk hárman. Vasili még a Telekomnál, Kardos Ringénél, én meg sehol, és ott ül körülöttünk egy csomó ilyen nagy média cégnek az embere, és azt mondja a Vasili Miki, hogy figyeljete, ha jó belegondolok, akkor mi voltunk a magyar médiában, már ezen a szinten, hogy ilyen nagy cégnél. Az egyetlen menedzsment, amelyik, amelyik csinált évi félmilliárd nyereséget, és nem lopott belőle fillért Soha. Mert ha körülnézünk, ott több olyan menedzsereket látunk, akiknek már meg százmilliós magánvagyonaik voltak mindenhol. Tudhattuk. És honnan a picsából? Hát alkalmazottak voltak. Mindig. Ez ugye nem túl meglepő Magyarországon, ez csak nekünk volt feltűnő. De hogy ide? És hogy ez egy ilyen őszintének tűnt, és utólag mindig azt mondja, hogy lehet, hogy akkor unta meg ezt a helyzetet. Mert ez valahogy olyan őszintének tűnt, hogy, ő ezen, hogy ez tényleg olyan folyik. És nem az volt, hogy most nekünk el kellett volna lopni valamit, vagy nem tudom én. Csak hogyha tényleg itt körülnézem, az meg itt mindenki szarrá lopta magát. Én volt egy ilyen őszinte csodák, és lehet, hogy azt mondta, hogy hát basszátok meg. Meg már más, hogy nem, más nem is lehetett. Szóval egy kicsit, de ez, nem akarok én megértőnek mutatkozni az ő álláspontjával kapcsolatban. Nem akarom, pláne nem akarok úgy, mint hogy én nem tartanám ezt morálisan. ennek, de... És akkor, hát ami az előbb bejutottam, hogy egyszer csak jött ez a, ez a, telekomos kirúgás, aminek a körülményei olyanok voltak, hogyha visszaemlékszem, ami nagyon súlyos csalás. De, de amikor tényleg olyan ilyen körülmények között, akkor szoktak embert eltávolítani, amikor tényleg már a komoly rendőrségi vizsgálatot akarják vagy megúszni. Vagy hát legalábbis. Tehát amikor jelezni akarják, hogy itt nagyon komoly dologról van szó, de inkább tartsuk távol a hatóságokat. Tehát, hogy ott úgy egyik napra a másikra, lezárva minden, belépőkártya, letiltva, a számítógép, ízébe átvizsgálva, minden. Tehát én tehát nem az volt, hogy, hogy hogy jó, hát akkor váljunk el, vagy, hanem ez a valami belső, amikor a belső elhárítás lecsap. Olyan volt egy kicsit angol, tehát aztán lehet, hogy ez, ez volt az információ. Hm. És aztán az mtv hát akkor már világos volt a, a konstelláció, hogy az már a Várhegyi, nyilván más nem is lehetett, és akkor már rajta volt ezen a pályán. Hát az de, az a, de az ő Fideszes inkorporálódása után a te azt... beszéltél vele valaha? Nem. Tőle so. sem nem is akarok vele beszélni. No, de ő se keresett téged? Na. No. Akkor sem, amikor írtunk róla valamit. Hallottam, olyan emberekkel beszélt, akik voltak vele egy társaságban. Hogy? Hát, kínos pillanatok voltak. De egy idő után ezt tudod, kognitív diszonancia, redukció, hogy nem. Hát, ismered ezt, Belekerülsz egy társadalom, ami alapvetően ilyen liberális pénzügyi szakemberek, meg ez volt az ő társaságban. És hát ott azért így beszólogattak sűrűn neki, meg, meg szóval voltak kellemetlen percek, de egy idő után átlátott abban, hogy egyrészt ő sem ment ezekbe a társaságba, gondolom, másrészt meg átváltott abban a fejbe, hogy na, elmennek a picsába, mindenki hülye, az meg itt, én tudom, hogy mi a... 2019 től az Indexen belül... Um megindul egy felmondási hullám, ami előrevetíti azt, hogy előbb utóbb te is távozni fogsz. Hát két ember ment el, és mind a kettőnek a hát három, elmentőd. ember, három, ember, három ment el. A Tóta vé is elment még, és elment igen. a Bede is. Tessék? És a Bede is elment. Bede nem ment még el, akkor csak külföldre ment valami. Azt hiszem, akkor ment valahol külföldre, nem mondott föl, hanem a, hát a Roland. Tehát a, a Baksa? Igen, 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 Hát ebből ugye a kettőjük, a Baksa és a Tóta távozása, az konkrétan az enyémmel már összefüggésben volt. Már olyan értem, hogy, az az, 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 hogy én akkor döntöttem el, hogy jó, akkor ezt itt fejezzük be. Tóta vagy Árpád. Igen. Az hogy zajlott le? Húha, egyre nehezebb lesz ezeket ide. Ja, megvan, persze. Hát a... Jó, megint nevek lesznek, nevek lesznek, nevek lesznek. Ki volt a... az ORTT? Majtényi. Aki nem, nem már a izé, nem már, már, már Fideszes, már média, már még nem volt médiahatóság, de már izé volt. Szalai Anna Mária. Így van. Na, Szalai Anna val kapcsolatban volt valami. Hát meglehetősen vulgáris poénra de egyébként hozzáteszem teljesen, hát ahogy az Árpád írt, egy meglehetősen radikális és, és szellemesnek, szellemes glossája ami miatt nyilván a Spédert már baszogatták, Spéder meg engem kezdett baszogatni, hogy adjunk az Árpádnak fegyelmét. Ottál valaha én fegyelmét? Rögtön, rögtön, rögt, rögt, hogy mondtam, hogy én le vanunk, az Árpádnak fegyelmét. És ott, hogy, hogy és akkor mondtam, hogy... ja, és ugyanakkor volt a Baksa Roland, a... hát ez már Fidesz kormány. A, akkor megírta azt, hogy az Orbánékat Orbán pofonér, mert igen. Brüsszelbe cím, cím, akkor... de akkor már ilyenek voltak, hogy volt egy a bloghún, egy Zoli vagyok nevű blog, amit nem tudom én, senki nem figyelt fel rá, évekig ment, és akkor voltak ilyen politikai idők is, és akkor mit tudom én, az volt, hogy az Oli vagyok blogot, már a Fidesz azt hiszik, hogy az a Spéder iratja direkt, hogy az Oli vagyok, és hogy, de, de teljes örületek. De akkor már minden nap ment ez. Tehát a, a Baksa meg a Tóta már akkor jött, amikor már ez volt, hogy mit tudom én, egy Olaszországban voltam éppen, és szabadság nyárom, és, és akkor ment ez, hogy az meg 26-szor hívtak föl különböző idek, hogy miért van ez a blokk fönt a cím, Tehát akkor, akkor ez ment. Ez, ez, a, ez, ez már a 2010-es idő. 2010 nyarán, tehát gyakorlatilag első pillanatban. De hát már 2010, már a, a kormányváltás előtt már jöttek az üzenetek, hogy, hogy itt a komi lesz, meg hogy lesz így a háttérben. Hát az újságírók vagyunk, vannak információk. Most, eh, akkor még voltak információs vonalaink. Úgyhogy, úgyhogy, amikor ez az Árpád dolog jött, akkor én már, én, már azért úgy álltam idegileg, hogy, hogy ezt, ezt föl fogom adni, és akkor mondtam az Árpádnak, hogy figyelj, az lesz, hogy itt idő, én most ebbe beleállhatok, igazából nem fogok valószínűleg keményebben beleállni, mert más a terv. Akkor már kardossal lebeszéltük, hogy, ide, hogy itt valami menekülési tervet csinálunk, csak még idő kellett, hogy, hogy, hogy valamit idejünk. Akkor még bíztunk De miért? Abba, hogy... De bocs, miért? Tehát miért volt az, hogy ott hagyjátok a süllyedőnek tűnő hajót? Nem tűnt el esetleg lehetségesnek, hogy egy belső ellenállást kilakítotok a spéderrel szemben, vagy a hatalommal szemben? Teljesen reménytelen. Hát minden. Nézd, egy olyan játszmába bele lehet állni, érted, amikor minden, tudod, hogy minden adó a másik kezébe van nem tudsz olyan jó játszani, hogy nyerni. Hát nem teljesen. Tehát Mert sokszor... Volna ennyire egységesíteni a szerkesztőséget az ügy mellett? De, de lehetett volna, az lett volna a vége, hogy ott van 200 munkanélküli ember. És mi a fasz csinálok? Vele. Senki nem állt volna mögé. Hát világosan látszott a négy a sztoriból. Hát ott voltunk két évig a kardossa, és senkit egy büdös fillert nem tudtunk szerezni. Hát gondol, amikor én oda megyek, hogy kéne 300 millió, f... sőt, hát 1 milliárd forint, ahhoz, hogy 200 embert átvegyek, ahhoz két milliárd forint kellett volna az, hogy ide jó napot kínál, két milliárd fontot, adjon már valaki, hogy én tovább csinálsam az indexet. Szerinted erre mennyi esély volt? Ú, pontosan nulla. Azt ö, hogyan dolgoztad fel, hogy az index visszanyerte, illetve megtartotta a hitelességét hazatani távoztál, illetve egyáltalán a te szerint meg sikerült -e tartani a hitelességét? Hát az én szememben semmiképpen. Te azért a látszott. Nem lehet, a te hanem te megítélésed szerint a közvélemény szemében. Ja, hát persze, hát ott minden, minden. Az és az hogy... nagyon, nagy, nagyon nagy, nagyon súlyos dolgokat kecs. Hát látod, hát az egész Orbánizmus erre megy, hogy ezzel él vissza, hogy az emberek azért nagyon nehezen ismernek föl bizonyos csalásokat. És ezt hogy érted meg? Nehezen, nehezen, nehezen. Főleg az, hogy az, index, vagy az indexben nagyon gyorsan elkezdtek fölépíteni bizonyos emberek, egész egyszerűen. Hát persze ennek ez a természetes dinamikája, de én azt gondoltam, hogy, hogy talán ennél egészségesebb morál van. Tehát, hogy elkezdtek fölépíteni négy-négy ellenes hogy mondjam, identitást is, hogy bizonyos emberek, nem mindenki persze. Tehát ez. Úgyhogy ez érthető ennek a logikája. Egyrészt az, hogy nyilván voltak emberek, akik úgy érezték, hogy elárultuk őket, az, hogy eljöttünk, és ők maradtak, hogy ők nem kellettek. Ami hát sajnos az volt, hogy tényleg 12 ember tudtam elhozni. Tehát 12 ember volt, a, amivel indultunk. Bizonyos emberek ugye azzal kaptak lehetőséget az indexnél, hogy ugye hát itt ez egy klasszikus ilyen, ez már a Biblia alaptörténete is egy ilyen, hogy, hogy a legalapvetőbb emberi történet, hogy ez a, ez a típusú árulás, nem árulás, hogyan ide. Hogy, hogy hát igaz, ez nagyon van egy... biblikus, egy... hogy Igen? eltávozol onnan, és 12 embert hozol magaddal <laughs> ja, megalapítani meglapítani az új hát szövetséget. az, hogy, ugye az, hogy az, például, az például világos volt, hogy valaki azok, tehát hogy itt volt egy belső most nevezzük így ironikus, egy összeesküvés, tehát hogy az, amikor még ott voltunk, hogy én azért beszélgettem már a ö, szerkezetésnek egy részével azok az emberekkel, akikben megbíztam, hogy hát itt most mi az van, hogy, hogy most itt Tóta ügy van, Roland ügy van, ezért nem csinálunk balhét, építkezünk a háttérben, és megpróbálunk innen kimenekíteni minél több embert. És hát ugye kialakult ez a kör, akivel én azért többé-kevésbé rendszeresen beszéltem, tartottam a kapcsolatot, hogy építjük, építjük, egy kicsit természetesen megértem őket is, mert egy kicsit valószínűleg már, sokan föladták a reményt, mert hát hosszabb időkre eltűntem, nem nagyon látszott, de mondom, két évig kínlottunk, hogy itt valahonnan pénzt szerezünk. Sokszor én sem láttam már a reményt arra, hogy meg tudjuk csinálni, és ott is föladták ugye a Szili Laci elment a Dentonhoz, az Albert elment az Origóhoz, már korábban. Szóval, hogy így elkezdtek erről a szivárom emberek, és hát az is világos volt, hogy valakinek tehát, hogy ebből a csapatból fogják valakinek felajánlani az index vezetését, és hogy valaki el fogja fogadni. Már azután, hogy a Zsófi is felmond, mert ugye, nekem, ugye a logikus utód a Zsófi volt az index élén, és amikor a Zsófi is bejelenti majd a felmondását, aki, aki ugye teljesen lojálisan, ö, ö, íze, tehát nem feltétlenül, a loja, nem, nem feltétlenül csak a lojalitáson ebbe, ebben, hanem nyilván ő, az, az a Spéderben meg a helyzetben, nem is magas védő személyében nem nagyon bízott, meg világosan átlátta, hogy onnan menekülni kell. Ő ugye fölmondott, és utána nyilvánvaló volt, hogy valaki, szóval nekem nyilvánvaló volt, hogy ebből a, ebből a csapatban azért valaki lesz, aki ezt elvállalja, kvázi, ha úgy tetszik, áruló. És a tudását volna akkor is már? Hát egy idő után már igen. Igen. Egy idő után már az, az azt lehetett érezni ezt a hogy, ő bízik legkevésbé ebben a sztoriban. Ez ide, igen. Hát már nem nagyon maradt más lehetőség szerintem, tehát, de lehet, hogy ezt már utólag magyarázom, ez már nem tudom. Nyilván neked is kellett hoznod kompromisszumokat. Miben különböztek szerinted azok a kompromisszumok, amiket utána hozott meg a következő főszerkesztők bármelyike, attól, amiket te hoztál meg? Hát nyilván mélységében, nagyságában, meg, a, meg abban, hogy... Tehát, érted, ez megint az a... Ez a, a kapcsolatban is mondtam, hogy igazából mi a, mi a tét. Ha a te egyéni boldogulásod, és a te egyéni előmeneteled, meg anyagi izéd a tét, akkor az nem sokat ér. Az a kompromisszum. Ha az a tét, hogy egy nagyobb ügyet megmenthetsz valahogy, akkor már elviselhetőbb, és, és indokváltunk maradsal. És azért ilyen szempontból a tétek között szerintem volt különbség. Nem tudom persze pontosan, hogy ők milyen kompromisszumokat hoztak meg, meg hogy. de ugye az én helyzetem az volt az indexben, és nagyon sokáig rögzítettem ezt, hogy bassza meg ez az én cégem. Ezt nem fogom hagyni, hogy én majd valahogy kiokoskodom. Hát ez a jellemzetes ja, Másnak ilyen típusú érve saját magával szemben szerintem nem volt. Mert ez nem a dudás sztoria volt, vagy nem más sztoria volt, hanem ez most... Tehát magammal szembe gondolom ezt így egy, 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 egy picit, és nem azért, mert ez egy ilyen rettenet, vagy hogy mondjam, én a tehát, hogy én ilyen szempontból nagyon a sajátomnak éreztem, és nem, hogy mondjam, most privatizálni akarom ezeket a sikereket, vagy, vagy a saját személyemet elváltani, hanem, hanem ezt én érzelmileg valahogy így nagyon, nagyon közel érztem, hogy én régóta csinálom, ízé, de benne van sok év, mindenki elismer ennek a vezetőjének, és én, én ezt nem, én nagyon nehezen engedtem el, nagyon-nagyon nehezen. És ez a fajta nagyon erős érzelmi közelség, ami szerintem keveseknek lehetett meg rajtam kívül, ez, ez, ez belekényszeríti az embert könnyebben kompromisszumokba. Tehát, ne, hogyha nehezen engeded el, akkor nyilván teszel engedményeket máshonnan. A nehéz elengedéshez kapcsolódóan. Igen. Ugye, ahogyan telt el minél több idő a távozásodtól kezdve, egyre inkább váltál kritikussá nyíltan az ott maradottakkal szemben, a nyilvánosságban is. Látva aztán, hogy hova konkludálódott az Index-Telex történet, nem vétette hibát azzal, hogy annyira elmartad magattól, vagy a négy től adott esetben az Indexben maradókat, hogy amikor helyzet lett, érdemben föl sem merülhetett már az, hogy esetleg hozzátok társuljanak, és hogy a két szervezet kvázi egy médiumként tudjon fungálni a továbbiakban. Nem, én nem, hogy ennek én voltam az oka, vagy én voltam az oka. Ez is felmerült. Nem hallottam még ezt a vádat? Nem. Vagy kritikát inkább így mondom. Hát finoman hallottam, hogy néha... Ez. De, de hát ugye én nyilvánosan azért nem nagyon... De egyedül a Dudásnak volt egy Tehát a Dudásnak címeztem egyszer egy ilyen... De ahhoz képest, hogy ugye mik voltak azok a... E, jó, nem, nem nem, akarok itt relativizálni, mert az is hülyén néz ki meg, tényleg ez, a, na, tényleg ez a fideszes logika, hogy mit mond egyik más? Hát figyelj, nem tudom, hát most ezt, ezt, ezt fölöslegesíteném, tehát nekem van bizonyos helyzetekben, nyilván indulatos vagyok, bizonyos helyzetekben mondok olyan dolgokat, amik erősek, de azért nem, tehát hogyha visszakeresed írásban, vagy bármi olyan helyzetben, amikor ezt keményen, szerintem beidéznéd már, hogyha, hogyha valami olyan, olyan nyilvános beszólásom, vagy megnyilvánosom lett volna, amit, amit direkt oda címeztem. Másként fogalmazom, hogy bocsáss meg, tehát azért értette, a magyar internet egyik alapító atya, vagy nyilván olyan típusú respektet van, olyan típusú súlya van a véleményednek, hogy, hogy, nyilván független attól, hogy te hogyan szállod adott esetben a kritikádat, emberek érezhetik azt, hogy megemeled őket, vagy adott esetben azt, hogy semmit nem érnek a szemedben. És ezt nyilvánvalóan tudod jól, hogy, erre, hogy, hogy, neked egy nagyon jelentős befolyásod van ilyen szempontból. És ezért is kérdezem azt tőled, hogy szerinted miért tudtál maradni az ott maradottakkal, azokkal a kompromisszokkal, akiket megkötöttek, de ami mellett egyébként nagyon sokáig azért tudtak mégis tisztességes új sajtó munkát végezni, tudtak még ellenállást tanúsítani a hatalommal szemben, és hogy nem volt -e ez a sértettség erősebben, mert mint hogy elismerd és méltányosságot tud gyakorolni az ott maradottak küzdelmeivel szemben. Én nem láttam, hogy olyan nagy küzdelmek lettek volna. Nem. Nem. De... Hát azért nagyon sokáig ott volt a Panyi csak azért súlyozókat érített ki a Rogánékról, annak nyilván volt költsége is. Uh. És most csak egyet említettem, tudnék említeni másokat is, csak egy picit készületlen vagyok ebben a tekintetben. Nem azt állítottam, hogy, ugye abba, hogy az indexben akkor már nem voltak jó cikkek, nem voltak jó újságírók, és nem voltak jó én mondjuk általában, amikor kritikus voltam, erre nagyon kevés példa van, már olyan, hogy ezt nyilvánosan gyakoroltam volna, akkor általában valamilyen helyzetben ezt kihozták, vagy az de szóval, hogy nekem az, nekem például az, az nagyon kevés, és, és ilyen, ilyen, dolgok provokáltak ki általában nyílt színi kritikát tőlem, hogy, hogy ugye I, van, hogy, hogy volt például a Rajk szakkolinak egyszer valami rendezvénye, sajtószabadság, mit tudom én, izé, meghívták a Dudást. Dudás sem, hogy hát az index idővel itt semmilyen, itt aztán semmilyen tulajdonos, vagy egyéb beszélés, nincs politikai nyomás, szó sincs, és elkezdett olyan hadoválni arról, hogy mm. ide. És ezt akkor értem, ez hogy hát nyilván, mint ahogy belül is voltak, és eljut, el is jutott hozzám, ilyen magyarázatok, hát, hogy itt az új Péter személyében nem jött ki a Hát, ha valaki kijött a Spéderre, bazd meg az én voltam. te, te, te úgy jött ki, hogy hát én ilyen hülye vagyok, aki nyilván is fölmondotta, mert, mert ő úgy gondolta, hogy jó, meg, hát ne vicceljünk már. Tehát, hogy tényleg ne, ne csináljunk. Ezek, ezek, azért fölbasztak általában, és akkor volt, hogy, hogy, azért, hogy erre rákérdeztek, akkor ez fölrém és akkor, akkor, akkor vesz. Szóval pedig nem akarta még kölsebe, még a dudást se baszogatni, mert most, miért, most megvan neki is a baja. De hát azért konkrétan itt, itt azért, azért, na mindegy, szóval, hogy, hogy azért azt képviselni, nem tudom én hány évvel az én távozásom után, és nem az én távozásom a lényeg, hanem az, hogy már, már a, a... nyilvánvaló volt, akkor, a, akkor már a Spéder terékig volt a, Magyar Posta a takarékban, kizé ügyben, Ő egymást érték az ilyen ügyek, amik a Lázár, hogy a Lázára mennyire összefonodva. mondtam benne, nem Lázár Jánosról jelentek meg, ugye, hanem a Lázár legnagyobb riválisáról, Rogán Antalról, ami és ebben nem akarom a szerzőt, vagy bárkit azzal az agyonosítani, hogy hogy onnan jött, de hogy, hogy, hogy az, az, nem véletlen, hogy, hogy nem, tehát hogy, hogy, hogy azért vannak ilyen típusú összefüggések is, hogy, hogy, nem biztos, hogy olyan könnyen ment volna egy, egy lázáros <laughs> cikk sorozat, mint egy rogános. Meg is jelentek egyébként az ilyen típusú gyanúsítások sok, sok oldalról akkor. De hát ezek mindig korábban is voltak. Szóval, hogy, hogy nem tudom, hagytam el a, megint az eredeti gondolatot, de szóval arra én nem nagyon emlékszem, hogy én olyan izébe, hogy, ilyen generálisan ki, akadtam volna. De hát figyelj, ez, ez, biztos, hogy létrejött egy olyan szituáció, amiben nagyon sok embernek mindenféle mindenféle baja keletkezett, mindenféle lelki, egyéb sérülései, mindenféle félelmei, mindenféle de most nem, én, nem tudom, én én mi kellem, mi? nem, tehát te a, pont a guru státuszod miatt nem teheti a többet azért, hogy ezek a típusú személyes beakadások is imuljanak, és hogy hát, ha esetleg... innen is látszik, hogy alkalmatlan vagyok a guru szerepére. A fél lábú tarzant, azt megpróbálnám <laughs> még esetleg gizlőni, de a guru azt nem. Nem, hát én nem vagyok. Én legkevésbé sem voltam guru, én kibaszott rossz, idegállapotban lévő, sok szempontból magát padlón érző ö, sok, és sokszor tényleg a alapvető egzisztenciális félelmekben élő ember voltam, nem nagyon gondolkodtam én azon, hogy, hogy mit kicsértek én meg, vagy két nem, vagy pont lesz itt. Volt, aki tényleg egy kávés kanál a fejbe lőttem volna a legszívesebb. Persze. Nem, nem voltam én olyan állapotban, hogy ezeket, ezeket mérlegeljem, hogy guruskodjak, vagy mit tudom én. Nem is. Nyugalmi állapotban is kevés vagyok erre alkalmas, nem hogy, nem hogy akkor. Azért nagyon-nagyon kifeszített időszak volt sokáig, tehát hogy nem, nem volt az biztos, hogy mi életbe tudunk maradni. Hogy tudunk életbe maradni? Mi lesz ebből az egészből? tudunk-e még a következő hónapban is fizetést adni az embereknek. Ez évekig így volt még. Mi volt a cél igazából a néni ügyel? Tehát milyen típusú újságot szeretetek volna létrehozni? Alternatív indexek szántátok? Vagy van egy teljesen más koncepció volt? Tehát mi volt az eredeti cél vele? Nem volt cél. Hát olyan koncepció. Ez, ö... újságírók vagyunk, évek óta dolgozunk, tudjuk egymásról milyen cikkeket írunk, milyen újságot tudunk csinálni, és olyan újságot akarunk csinálni. A, ez, a, a legfontosabb cél az az volt, hogy olyan újság legyen, amilyet mi akarunk csinálni, úgy, ahogy mi akarjuk csinálni, és véletlenül se legyen benne az esélye egy újabb indexszerű pályának. Tehát, hogy a, a, az első legfontosabb pont volt, amit a kardossal lefektettünk egymásnak, hogy ezt addig csináljuk, amíg itt miénk a többségi tulajdon. Hm. Vagy olyan garanciákat kapunk, hogyha valami miatt ezt meg kell változtatni, mégis olyan garanciákat kapunk, amiben a teljes. Mert ugye vannak olyan kláz népszabadság, hogy akár egy arany vagy bármilyen módon garantálják valakinek, vagy valakiknek azt, hogy az ő szakmai koncepciójuk érményesül, egy újság. Persze ezt is könnyű megváltoztatni később, de azért kell hozzá. Erőfeszítés, szóval, hogy, hogy amíg száz százalékban mi nem határozunk, még ezt, ezt egyébként kifejezetten ahhoz kötöttük, hogy, hogy a többséget azt, azt, azt mi tartsuk. Ez nem tudom, hát könnyen elképzelhető az, hogy egy idő után ez, ez, ez nem lesz már tartható, nem tudom, most még nem számolok ezzel, mert egyelőre, egyelőre hál' Istennek működik ez a cég az utóbbi években, nagyon jól, szerencsére. De hát az idei év az már megint, megint nagyon kemény lesz. Van szintén egy ilyen kritika névénnyel kapcsolatban, hogy van egy picit ilyen fiúöltöző szaga a dolognak. Miközben szerintem azért az utóbbi években nagyon tudatosan törekedtetek arra, hogy női munkatársak jelentős szerepben tűnjenek föl. Boros Júli vagy most nem tudom, a Lakuszaka főszerkesztője, a Zöldi Blanka, Maga. vagy Diószegi Nóra sorolhatnám még. Nem a néininél kapcsolatban kérdezem, hogy általában a magyar sajtóval kapcsolatban kérdezem tőled, hogy mit gondolsz a női kollégáknak a jelenlétéről, illetve a meghatározó jelenlétéről? Nem gondolok itt semmit. Tehát, hogy én, én nem, nem szoktam a, az újságírásnak se szoktam genderzhatni. Szóval, igen, ez a izén és a néininél indulásánál volt ez a izén, hogy én egy pillanatig nem gondolkodtam abban az indulásnál, hogy nekünk egyensúlyozik. Ezt egyébként aztán felvetette más is, és környezetemben, hogy ez, ez ilyen szempontból el basva, hanem ugye ott az volt, hogy egy nagyon kielezett szituációban próbáltuk összeszedni azokat az embereket, akiket legink, akikben leginkább megbíztam, meg, akikkel úgy gondoltam, hogy el tudok indulni, és aztán kiderült, hogy gyakorlatilag egy, szó, hát ugye egy, se, egy látható módon egy nőse volt benne, mert a Zsófi volt benne valójában, de akkor őt még nem lehetett ebbe ebbe nyíltan bevonni, mert ő még akkor az indexnél volt, és gyakorlatilag úgy indultunk, hogy csak fiúk voltak. nem tehát nem most nem, nem egyet szíroztatni akarok, szerintem nem, egy, nem egy közötti egyenlőség kérdésében a partizánnak is iszonyatos hátrányai vannak, és érted, egyetlen arca van, az is egy férfi, a mellette lévő arcok közül volt egy nő, ő is De legalább nem heteroszexuális Hát, van, van, ki tudunk az Excel táblában. Tehát, hogy, hogy véletlenül úgy érezt, hogy én most valamifajta elkölcsi példesztáról kérdezek számon, csak engem nagyon érdekelnek a tapasztalataid, mert nyilvánvalóan végignézted a magyar sajtó egy jelentős időszakát, és a NINI ilyen szempontból is egy nagyon fontos ö, progresszív véleményformáló lap, és kérdés nekem az, hogy nálatok hogyan merülnek fel ezek a dilemmák. Tehát nem, nem tudom, felmerülnek. Hát mások, mások érzékenyebbek és erősebben szokták ezt tematizálni, hogy... Pláne, ha hogy problematizálni. Hogy kell, sőt, problematizálni, igen. Hát előbb tematizálni, aztán problematizálni. Ez, haladjunk meg fel a sorrendbe. Hogy, hogy kéne ilyen. Én, én nekem ebbe is, ugye, sajnos kisebb az érzékenységem. És abban a, a bizonyos fiúöltöző üzében is, ugye nyilván én vagyok aludás elsősorban, a emlegetett fiúöltöző hangulatban, mert ugye, hát elsősorban az én, nem tudom én, ilyen bizalmi, vagy nem tudom én, milyen köreimből épült a szerkesztőség főleg az első verzióba, és ebben hát a, ezek szerint domináltak ha erősen a, a férfi munkatársak. Ez olyan is, hogy nagyon sokukkal nyilván én régóta dolgoztam már, hát az index az gyakorlatilag egy ilyen. Az index első verziója, ami elég sokáig meghatározó volt, az gyakorlatilag ilyen figura, mint tudom, egy Csap, egy gyerekkori barátom volt, a Szili a katonaságtól ismertem, akkor nem tudom én, a Winklert akkor áthoztuk, a, na, de őt is 90-es évek volt, amikor hoztuk csinálni a Total, ez a Profibox rovatot, aztán totákát Akkor, szóval, hogy így épült, és akkor a Cappe hozott már sok embert, mint, én, mint a, a mint elején belpolitikai rovat, tehát ő hozta a Zsófét, és tehát, hogy így, így épült ez a, ez a láncolat. És, és hát valószínűleg ugye ebben vagyok a, 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 hunyó, hogy, hogy ez így alakult. Nem tudom, én nem, nem szoktam ezzel. Tudom, hogy a korszellemet ez nem nagyon fedi, de, de nem nagyon szoktam azon, azon dilemma. Nem nagyon tűnik föl nekem, hogy mondjuk mennyi mennyivel nőtt a női munkatársak száma a magyar sajtóban, vagy csökkent, vagy, vagy megfelelő mennyiségben vannak-e jelen mondjuk vezetők pozícióban, ez nem, ez nem tűnik fel nekem a, a, a hétköznapok nem is, nem, is tudom, hogy milyen a, a helyzet ebben. Beszéltünk a telexről? Nagyon muszáj, de hát mondjuk arról, hogy mit tudok beszélni. Ugye amikor szétrobbant az az index, uh, kirúgták a Dó Szabolcsot, fölállt a szerkesztőség, te pont akkor adtál egy interjút a Tóth Szabolcs az Élet meg Minden Podcastban, Igen, Igen. és ott nagyon elismerően beszéltél a szerkesztőség kiállásáról, a Szabolcsnak a szakmai integritásáról, az egész helyzetet nagyon elismerően kezelted. Utólag visszanézve, ugye volt akkor egy ilyen föltételezés, hogy lehet, hogy akkor itt lesz majd valami fajta egyesülés. Igen. Volt egyáltalán ilyen szándék? Uh, te szeretted volna? És hogyan értékeled, hogy végül egy saját szerkesztőséget hoztak létre, és egy új lapot? Hát volt ilyen szándék, az biztos, de nem nagyon láttunk tisztán abban a helyzetben. Tehát, hogy ott is nagyon gyorsan történt minden. Én bevallom őszintén, én már nem gondoltam, hogy a szerkesztőség az, az, az képes lesz ebből a helyzetből kikeveredni. Nem gondoltam, hogy meg fog tudni csinálni egy ilyen lépést. Utólag visszanézve persze már, ez, esőt, hát sokkal jobb pillanatban, és sokkal jobban csinálták meg, mint mi korábban, és sokkal jobban át tudták vinni az embereknek. De, és akkor persze úgy éreztem, hogy ha együtt folytatjuk, ha nem, én szerintem akkor már többé-kevésbé eldölt azért, hogy nem sokáig én azt gondoltam. Mondom, mi nagyon keveset tudtunk róla, hogy ők igazából mire készülnek, nem árulták el nekünk. Tehát, hogy ott nem, nem tudtuk, hogy ez ki Tehát én, amikor a munkverával is beszéltem, és utólag teljesen nyilvánvaló, hogy ő, akkor már azért tudta, hogy hogy itt, itt mi a valódi Úristen, mi történik. Még mi... van alattunk, de ne zavarjon. Tudom, hogy az van, csak erre nem Igen. számítottam. Hatos. Euh, Richterská szerinti hatos erősségű földrengés, hogy euh, Szóval, hogy nem, nem árulták el nekünk, hogy, 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 hogy mi lesz, nyilván az ő érthető módon, de akkor is úgy érzem, hogy abban a helyzetben nekünk ezt, támogatni kell ezt a, ezt a dolgot, és támogattuk is teljes erővel, amikor már euh, nyilvánvaló volt, hogy nem lesz közös projekt, akkor is. Uh -huh. Valamit másként csinál annak érdekében, hogy az összeolvadás meg tudjon történni? Nem tudnék más csinálni. Itt nem, itt nem mi voltunk a, az események irányítói egy pillanatig se. Bármennyire akarták ezek a... Ide mindenki képzelni egy erős jelzőt, figurák, akik ugye ott maradtak, ezt súgálni. Uh -huh a dúléknak is, hogy, vagy, vagy hát nem a dulek, mert dúlni nyilván tudta, hogy, kialakítja az eseményeket, de hogy, a, hogy némely munkatársaknak. Mert ugye a munkatársak se voltak ezzel tisztában. Szóval, hogy, hogy nekünk ez is volt, hogy, hogy mi, mi azért Próbáltunk, hát akkor ugye a verát gondoltuk a szerkesztőség képviselőjének, aztán kiderült, hogy neki a, a, a szerepe ebbe azért jóval kisebb volt, vagy jóval inkább szimbolikus, mint, mint azt hittük. hogy próbált, tehát vele próbáltunk kommunikálni, és, és mondtuk neki, hogy részünkről mi a helyzet, de hát ezek az információk nem nagyon mentek tovább ugye a, a, az emberek felé, nyilván tök más volt az elképzelés. Sok, sok, okát értem ennek, ma már, akkor nem gondolkodtam megint erről komolyan, de... Ugye egy külső médium tagjaként most belenyúlni ezekbe a viszonyokba, ezt nem akarom. De azt muszáj azért megkérdeznem, hogy kívülről tűnhet úgy is a dolog, hogy van egy normális iparági helyzet, van két konkurens lap, kollégák elmennek innen, oda, lapok vagy nem tudom, projektek vándorolnak ide vagy oda, ugye mindkettőre volt példa? Figyelj, ö, ja, tehát hogy az az izé, hogy, hogy, itt hogy, hogy, hogy itt, retten, hogy itt izé visznek egymást. Hát figyelj, vannak ö, emberek, akik nálunk esetleg nem érzik tökéletesen magukat, és úgy gondolják, hogy ott jobb lesz, és voltak olyan emberek, akik ott nem érezték magukat tökéletesen, és úgy gondolták, hogy itt jobb lesz. Okay, Más válasz... van egy olyan, másrészt van egy olyan átrendeződés is, ami szerintem nagyon világos, hogy igazából a telex az nem egy ilyen új index, inkább a, a régi origónak a, a, a csapatát viszi tovább. De igen, tehát, hogy oda mentek akkor. Hát, mert ezek személyes kapcsolatok elsősorban. Ugye, hogy a Sarkadi is egy, egy, ugye régi, origó, hát nem régi, mert ő tulajdonképpen az Albert alatt került az origóhoz, de ugye sok erősen kapcsolódott személyében a a dúlékhoz, hozzánk meg mondjuk a tótszenesi kapcsolódik erősebben, személyében régről, nagyon-nagyon régi indexes Igen. volt. Tehát, hogy de, És hát ezek a, ezek a dinamikák nyilván mozognak. De akkor egy médiapiaci letisztulás most? Nincs médiapiac. Letisztulás meg végképp okay. Nem, nem. Itt nagyon sok minden nagyon sok minden motiváció mozgat embereket, mozgat szándékokat, de a letisztulás szót és a piaci jelzőt azt a legkevésbé se használnám. Nem, 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 Hát itt a piaci viszonyoknak Ugye az, az, igaz, hogy, a, a, hogy a, médiában ennek a kis szegmensnek, amiben itt tényleg néhányan vagyunk egy mert meg tudom számolni, amit piacinak tudunk nevezni, és valamennyire piaci verseny van, meg de az tényleg egy, 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 egy felvethető probléma. Ugye amíg ezen a ugye eleve az hatalom által rettenetesen beszűkített nagyon nagy hátrányból induló Izen, ö, Piac maradékon iszonyatosan erős verseny van, és látható konkurencia harc a megszerzhető fillérekért, addig a <laughs> másik fele, ahova garantált milliárdos bevételek mennek, az adófizetők pénzéből is, meg minden másból is, hát nem véletlen, hogy ez magyar GDP lassan egyharmadára rugó gazdasági szuperhatalom, ami fölépült, az azért bőven juttat ezekben. ezekben. Hát, hogy van ez az erősen aszimetrikus helyzet, és itt sem tudod, olyan nagyon morális alapon, vagy nem tudom én milyen, vagy akár érdekből győzködni a többieket, hogy hát gyerekek nem, nem, ilyen versenyt kéne, vagy nem így folytatni. Ez, ide, meg, meg, meg lehet. Hát én azért, tehát igen, tehát másrészt meg mi, mi, pont azt gondoljuk, hogy mi, mi, hinnénk valamiféle normális piaci versenyben, akkor meg mi miért viselkednénk más, hogy egymással szemben. Szóval ez is egy hát nem tudom. Hát ez nehéz kérdés. Én attól tartok, hogy nem, mi nem egymásnak tudunk ezen, és most nem néni négy né telex viszonylatban beszélek, hanem az egész mondjuk maradékpiac viszonylatában. Nem egymásnak tudjuk a nagy károkat okozni, hanem, hanem nekünk tudnak majd nagy kárt okozni. Szóval hogy a, 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 az igazából döntő befolyás erre a piacra az sajnos kívül van. És ez, ez, az, ez, a, ez a valódi veszély. Próbálkoztunk mi is mindenféle összefogásokkal az elején, de nagyon gyorsan kiderült, hogy, ezt, hogy ebből nem, nem, nagyon lehet. Nem, nem marad el, se elég erő, nincs elég bizalom. Mindig van egy szereplő, aki valamilyen módon ebből kilóg, vagy ebből, vagy, vagy felvethető az, hogy, hogy nem biztos, hogy tisztán áll ebben a szándékban. Vagy van valamilyen kitettsége, ami, ami miatt már gyanús, hogy ő nem úgy fog viselkedni egy bizonyos szituációban. Meg hát itt ő ugye mindenki a túlélésük. Szóval az Orbánizmus nem véletlenül van úgy felépítve, hogy föl van építve. Nagyon ügyesen van ez, ezek felépítve. Nem, nem, jó végtelenül káros társadalmi szinten, meg, meg minden szinten, ez a dolog, meg egyet agyilag. De arra tökéletesen alkalmas, hogy a hatalmi struktúrát azt a helyén tartsa. Uh -huh. És ez ilyen szinteken is megy. Hogy ott vannak ezek a harcolnak egymással, meg jó, jó az. Sajtó, sajtószabadság van. Esi. 12 évet a rendszer, azt mindenképpen elérte, hogy az a típusú kedélyesség, vagy, vagy felszabadultság, ami 2015 még alapvetően jellemzett, az egyre kevésbé jellemez, nem? Persze. Persze. Ezt elért. Tehát sok mindent elért a rendszer. Publicisztikai és is gyakorlatilag halálos döfést kapott. Tehát, hogy Mert hogy? Hát nézd, én azért évekig abból éltem, meg abból építkeztek az én cikkeim, például a Népszabadságban rovatom, hogy hát ilyen kvázi közéleti közhelyekből, meg nem tudom én, ilyen megnyilvánulásokból egy ilyen paródiát próbáltam. Csak ma már nem tudsz paródiát csinálni ezekből. Hát minden az meg háromszor súlyosabb a hangzik. Oké, okay, de ez egy szakmai kérdés, én most a személyesen voltam kíváncsi. Hogy? Hogy hogyan formálta a felszabadultságot, a kedélyességedet, adott esetben a humorodat? Hát figyelj, nem a jó tudom, humorom, igazából. Igen, de, de, hát igen, igen, igen. Hát az, hogy most ennyit beszélek mindenféle szorongásokról, meg ez azért van. Ez sokáig azért nálam nem volt, ez, ez, ez ebből jött ki, persze, 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 persze. Szóval, hogy azt érzem, hogy nyilván, hát figyelj, ez nekem, ez, ez most nem akarok ebben nagy ilyen drámázni, meg mit tudom, hogy nyilván vannak emberek Magyarországon, sokkal több, meg nagyobb bajuk van, végül is egy működő vállalkozást vezetek a mai nap, vezetek, de hogy vezetem, mert ott valamit majolok vele a mai napig. Magyar szinten még csak azt sem mondhatom, hogy rosszul keresek, most olyan nagyon jó nem is. De, de hát figyelj, azért én nyilván egy jelentős vesztese vagyok ennek a, ennek a hatalomváltásnak, és, vagy nem hatalomvált, hülyeséget beszélek, Ide, már tényleg, hogy az Úristen be lehet hülyeséget? Nem, rendszerváltásnak természetesen. Tehát van olyan pont ebben a rendszerben, amikor meg ki kell jelenteni azt, hogy újságíró eszközökkel igazából nem lehet informálni a nyilvánosságot? Hát ez már régen ki lehet. A Testorid és az index Indextoria az igazából nagyon szépen követi végig a magyar kapitalizmus fejlődés történetét. ó, oh, de rosszul van, mizik ez. Megvan a kezdeti nagy optimista fellángolás. Igen. És ott van a végén az a fajta elvékonyodás is, ami ugye azért alapvetően általános élménye szerintem nagyon sokaknak ebben az országban. Uh -huh. um, a te kezdeti optimista derülátásodat is azért egy erősebb pessimista karakter váltotta föl. Ezért kérdezem, hogy te hogyan tekintesz igazából erre a 30 évnyi kapitalizmus történetre, és még inkább, hogy hogyan változott a viszonyod a kapitalizmushoz? Huha rögtön egy eszélyelegű kérdés a végére. Hát akkor a következő hét és indítsuk újra, gyerekek, az óra. Te szerinted, és tudom, hogy nem szeretnél ezeket a bináris leegyszerűsítéseket, de mégis azt kérdezed, hogy dominánsan nézve, te ennek az elmúlt 30 év kapitalista átalakulásnak a vesztesének érzed magadat, vagy Hát félvesztesének semmiképpen nem, nem lenne ízlős a magam. Tehát én, én nagyon, tehát én kifejezetten ahogy te is mondtad, nagyon nagy reményekkel, mikor ezt nem is így fogalmaztam meg magamban, meg akkor sem voltam ez a nagyon, izé, hogy mondjam, hurá optimista, vagy, vagy neki, de vagy egy kifejezett lendülete. De ez egyébként ő, ő, ugrottam ennek neki, de ezt, hogyha belegondolsz, ez sok szempontból generációs is. Tehát, hogy az, a, hogy az nem mindegy, hogy valaki milyen életkorban kapcsolódik be bizonyos eseményekbe, és milyen életkorban él át történelmi fordulópontokat, ha vannak ilyenek. Úgy, nyilván teljesen másképpen élte meg a rendszerváltást. Egy 60 évhez közelítő, szinte teljesen magát kiszolgáltatottnak érző ember, és más egy, egy 20 éves, mint aki én voltam, 21-22 éves, aki úgy érezte, hogy megnyílt a világ. Volt a, nem tudom, nálunk berakta az Ácsdani a a Siffernek, a, nem az Andrásnak, a dokumentumfilmjét a videótonról, ami egyébként sok szempontból egy nagyon Igen. manipulatív Igen, azt gondolod? dolog, hát utólag értéke végül. Azok a feltételezések, meg a üzék, amik nem... De nem akarom én ezt teljesen, de utólag én azért nem érzem ezt egy jó dokumentumfilmnek, mindegy, tehát a lakatos, tehát az épp az a magyar iparvállalat lett, amit a lakatosség nagyon kemény munkával és, és, és tulajdonképpen nagyon ügyes menedzsmenttel, bizonyos korlátokkal, de életben tudtak tartani, és egy sikeres céget csináltak benne. És hát ott valami katasztrofaként mutatják ezt be, hogy, hogy, hogy itt. De persze, óriási de, de, az nagyon érdekes. Hát dolgozói szempontból. Dolgozói szempontból. nagyon sok, a Nagyon sok feszültség volt, persze, de hát ezt, hát nagyon nehéz ilyen, 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 helyzetekben mit kezdeni. Ugye ez egy állandó vita, szélesebb, vagy hogy mondjam, kitágítva is, hogy, hogy mit kellett volna csinálni az akkori magyar iparvállalatokkal. Ja Isten, hát azért ezt, én megért, én azért már valamennyire újságíróként is figyeltem azt a korszakot, meg, meg nyilván utólag is elolvastam sok mindent, ismerek nagyon sok olyat, aki akkor szereplő volt a különböző gazdasági folyamatokban. De hát az tényleg ott tartott a dolog, hogy nem, nem volt ott nagyon sok választási lehetőség, hogy hogy akkor ezeket a dolgok, hogy ezeket a... Nagyon sokszor találkozom tőle ezekkel, hogy hát a Malévot hogy kellett volna életben tartani, meg a Momba, micsoda dolgokat gyártotta. Nem, hát az volt a helyzet, hogy a magyar ipar előállította sehol nem kellő nagyon rossz minőségű termékeket, nagyobb részt olyan üzemekben, ahol mindenki azt hitte, hogy zseniális dolgokat csinál, és gyakorlatilag olyan szinten volt, csődbe az egész, hogy, hogy tényleg reménytelen volt bármilyen. És nem úgy, állami pénz nem volt, az állami pénzt arra fordították a kormányok, hogy valami, hogy még a nyugdíjakat próbálják kifizetni, meg az állami fizéket, az állami egyéb rendszereket tudják működtetni, mint az oktatás egészségügy, olyan szinten, mint amilyen szinten. De hogyha még emellé bevállalták volna a teljes ipará, iparágaknak a valamilyen hát finanszírozását vagy életben tartását, nyilván hát, nyilvánvalóan tök alkalmatlan menedzsmentekkel, és utólag ezekről mindig ilyen nagyon nagy izék keletkeztek, ilyen, ilyen összesküvés elméletek, hogy ú, hogy direkt a nyugat tönkretette, meg fölve, sok ilyen sztorit ismerek, nagyon élelmiszeriparból is, meg is, hogy Tényleg, hát itt azért látni kell, hogy olyan szinten változtak meg egyik napról a másikra a körülmények, hogy nem tudtak emberek mi. Tehát tényleg volt olyan, hogy olyan cégek, amik tök jól működtek még a 80-as években, egyébként a tanásokra álltak fejre. Egyszerűen azért, mert az a menedzsment, amelyik a 80-as években még tök jól működött, az egyszer nem tudta, soha életében nem találkozott ilyen fel, hogy milyen, amikor megemelkedik 30%-ra egy hitelkamat, milyen az, amikor összeomlik az exportpiacod. Nem, 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 találkoztak ilyen dolgokkal, és, és, és nem lehetett mit. Na mindegy, nem akkor most ez meg Megint, megint nagyon el, el, elzagyválok itt minden irányba. Csak azt akarom mondani, hogy a, hogy a, a, a videótonos dokumentumfilmben volt, hogy tényleg ott vannak ezek a dolgozók, hogy, hogy, hogy belegondolsz, hogy ott van egy ember, te látod, hogy nagyon megtörtén, ő öreg ember benyomását kelti, és azt mondja a riporternek, hogy nézze, itt vagyok. Kinek lesz szám szüksége? 48 éves elmúltam. Mondja egy ember, aki úgy nézett ki, mint a zapám Néz ki most. Hát, bocsánat, már hülyeséget mondok, mert szegény apám meghalt. De hogy, hogy, hogy nézett ki utolsó éveibe 79 évesen? Szóval. Ö, szóval. Ö, ezt csak azért mondom el, hogy ugye ez, ezután nekem nagyon hülyén állna, hogyha azt mondanám, hogy én mondjuk valamilyen módon vesztese vagyok a, ennek a rendszerváltósdinak. Én lehettem volna sokkal nagyobb győztesen nyilván, vagy nem is tudom. Nem, nem mint hogyha az lenne az ambícióm, hogy itt kurva nagy győztes legyek De Ez már régóta nem ambícióm. Mióta nem? Hát, nem tudom. De ez, tulajdonképpen már az index utolsó időszakában sem volt az, hogy itt most. De már, sőt, már korábban, tehát, hogy amikor, hogy tényleg volt egy olyan időszak, amikor még úgy gondoltuk, hogy, és akkor még tulajdonosai is voltunk az indexnek, hogy hát itt majd egy viszonylag nagy, akár nemzetközi lábakkal is, vagy nemzetközi lehetőségek is rendelkező céget tudunk építeni. Akkor volt utoljára olyan ambícióm, hogy, hogy itt ebből valami, valami, valami nagy dolgot lehet csinálni. Utána már inkább az mozgatott, hogy, hogy csináljunk olyan újságot, mint amit szeretnénk, és mondjuk azt, amit szeretnénk. Ezen túl Tehát ez is persze egy nagyon nagy <kül> bizonyos szempontból mint kiderült, szinte elképzelhetetlenül nagy falat vagy nagy feladat. De ennél tovább én most nem megyek már fejben. A ner -nek, vagy a Nidini-nek lesz vége, Péter? Szerintem a NER-nek lesz előbb de az se holnap lesz. Az se holnap lesz. Van egy stúdiónk, ugye, Holán utca, utcáma, soha nem tudom megjegyezni a. so nem tudtam megjegyezni a kapukódot. Végül onnan jegyeztem meg, hogy ez az Orbán Jézus bukásának a valószínű időpontja 2072. <laughs> 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 szóval, hogy én ebben nem vagyok egyébként olyan nagyon optimista, de... De abban igen, hogy akkor még lesz 44. Hát figyelj, hát meg fogjátok kérni azt a nem cikket, amit tudósít hogy... erről. Nem tudom, hogy, hogy mennyire merjek optimista, én, én, én nem... Én most én, most nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy mi ezt feladnánk a belátható időn belül, és nem, nem, nem akarjuk feladni. Most tényleg nagyon-nagyon nagy optimizmusra van szükség. Tartsunk ki akkor az optimizmus, ha van. Úgy Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és eljöttél ide a stúdióba. hát én, én a köszönöm a, a magam részéről. No. Ez volt a beszélgetésem új Péterrel, ha kíváncsi vagy a teljes vágatlan beszélgetésre, akkor vagy látogass a podcast platformunkra, ahol meg tudod hallgatni a beszélgetést, vagy pedig fizessel a Partizára a Patreon felületükön keresztül, akkor pedig képben is láthatod a teljes interjút. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig ciao.